mint a Twitch-en, srácok, hatalmas droppokat tudtok begyűjteni WoW streamek nézésével. Nagyon fontos információ, hogy érdemes azért előtte összekötnötök a Blizzard accountotokat a Twitch-el, mert hát úgy ezek a dolgok megmaradnak. Az első dolog egy pet volt, 29-ét, meg ha minden igaz, akkor még egy mount is jön. Úgyhogy ahogy a petet, majd a mountot is meg fogjuk egyébként nézni. Most pedig dráktírozunk. Azért dráktírozunk, mert új cucc, és azt mondtam nektek, hogy a Dragonflight alatt ezt fogom mainelni. Ez a tervem egyébként nem változott, megnézzük, hogy milyen vele legutóbb DPS-elni, és meg kell, hogy mondjam, voltam egy instába, egy boss fighton első, hát damage down overall-ba harmadik, negyedik, néha még a tank is megelőzött. Nem vagyok tökéletes damage dealer a draktérrel, de hát srácok, gyakorlás teszi mesterré az embert ebbe. Úgyhogy rögtön arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk, hogy milyen healelni is vele, hát ha sikerül összehozni egy olyan dungeon-t, ahol valaki ki is lép, mert olyan szar vagyok. Nem, természetesen semmi ilyesmi. Nekem amúgy nagyon tetszik a draktír, hát hogy gyakorlatilag én mindig is vágytam arra, hogy mágussal játszak, csak az volt vele a bajom, ami egyébként most is, hogy iszonyatosan lassan talál dungeon-t. A Dungeon Finder természetesen Mythic plusznál azért más a helyzet, de ott is a damage dealerek azok vannak a legtöbben nyilván, úgyhogy legutóbb is azt hiszem 2 vagy 3 instát sikerült menni, és örülök, hogy az új dungeont, az Uldamant sikerült megkukkantani. Mármint, hogy nektek, mert én éppen azzal voltam elfoglalva, hogy aha, most melyik gombot kéne hogyan nyomni. Hát nagyjából sikerül már kihoznom, én úgy gondolom, hogy a damage-elésből a maxot. Nyilván vannak képességek, amiket még mindig nem tudok jól használni, de hát ez idővel tényleg majd változni fog. Úgyhogy itt már megvannak a keybindok. Meg fogjuk nézni a mai terv alapján azt, hogy milyen egyébként damage-elni. Healer és DPS lehet, így van. Annyit tudok egyébként a healer részéről, a preservation-es talentról, hogy nagyon, tehát hogy is mondjam nektek, ez nem egy nagyon távolsági range karakter, hanem ez inkább egy ilyen midrange-es caster. Úgyhogy ez alapján a healelés is valószínűleg egy kicsit nehezebb lesz velem. Meglátjuk, srácok. Az Uldaman az régi új, nem? Hát ez egy felújított insta lett. Ez egy felújított insta, igazából nagyon nem hasonlít a régire. Mármint, hogy de hasonlít, de hogy így nagyon jól átdolgozták, nagyon tetszetős. Erős csak még nem szoktad meg? Erősnek erős, persze, de még nem vagyok vele professzionális. Jól van, nem szajkózom ezt tovább, megmutatom nektek, hogy sikerült 430 Primeval Essence-t összeszedni, közben elindulok amúgy UG felem. 430-ból szerintem a mindent is meg tudjuk venni. Próbáltam, ahogy mondtam nektek, hétvégén néha-néha beleütni a bossba, mármint amikor a boss leszpónolódott, azt hiszem ilyen fél óránként leszpónolódtak a bossok, akkor ott lenni, szétdammolni, gyakorolni rajta a damage-elést, és 430 Primeval Essence-t összeszedtem, meg a gíremet is sikerült egy kicsit feljebb tornászni, úgyhogy most 253-as vagyok, és jó pár dolgot sikerült lecserélnem, illetve még ezt az új heirloom-ot is sikerült megszerezni, ami egy trinket, tehát lett egy új trinketem. Ezt úgy lehet megszerezni, hogyha kombináljátok ezeket a bossból eső elementeket. Nekem meg lett mind a 4, úgyhogy meg lett a heirloom trinket is. Tök jó. Még amit ki akarok venni amúgy ebből az essence-ből, ugye ez a pre-patch-es event,
ebből még egy, azt hiszem van egy toj, és a többi dolog az már csak felszerelés lesz. És akkor, ha ezzel megvagyunk, akkor jön a talent átnézegetés. A covidos dolog remélem vicc volt? Nem. Tényleg. Ismerősi körökben úgy néz ki, hogy jön elő. Ha kombatba kerülsz, automatikusan átváltozol? Nem, ez úgy néz ki, hogy van a képességek, amiknél sárkány formában, pontosabban Dragteen formba kell lenni. De ez olyan, hogy ha éppen azt nyomjuk, akkor átalakul a karakter. De jól tudom, nem mindegyiknél van ilyen átalakulás. Például itt nyomom ezt a képességet, ezt a healt. Ehhez nem kell sárkány formba lenni. De például, amikor ilyen sárkány tüzet nyomunk, ez átalakul a karakter, és ahogy vége, vissza is alakul. Idővel, természetesen. Plü, na várjatok. Visszateszem a hangerőt. Na most már kipofáztam magam. Van déli questünk. Ó, 30-at lehet szerezni. Azt nem tudtam, hogy ez déli. Talán majd lesz olyan glif, ami megengedi, hogy emberformában maradj. Nem néztem még glifeket egyébként. A fegyverünk az megvan. Sőt, ugye a questért 278-as fegyvert lehet szerezni, tehát innen a fegyvereket én nem vettem ki egyáltalán. Shopping az megvan, chestünk megvan, nadrágunk is megvan. Ami kéne, az a vállas. Hát veszünk egy vállast, de még a vállas előtt gyorsan egy... Ó, a Primal Stormling. Ó, hát nekünk srácok, meglett ez a pet. 250-be kerül, és nekünk meglett amúgy ez a pet. A 252-es trinketet is amúgy lehetne szerezni. Aha, ez is amúgy megvan. És itt van a toy. Itt van ez a toy, 100-ért. Na, nézzük csak meg. Ott van. A krittereket bezsákoljuk. Nice. Na hát, már is csak 330 maradt, de én úgy gondolom, hogy továbbra is meg tudunk mindent venni. Vállas kell. Cipő van, kesztyű van. Öv van. Aha, viszont ahogy látom, brészerünk az nincsen, de az 3 item levellel kisebb. Az nem annyira fontos. Backünk is van, nagyon jó. Na gyűrű az nincsen. Ez 20%, az pedig 21. Igazából mindkettő kell. Nagyon jó. Okay, hát igazából... Igazából még meg lehetne venni a... mi az? A vésztest... mert a vésztest cuccot, illetve lehetne vennünk egy trinketet is, ami jobb. És akkor gyakorlatilag 252. Na várjunk. Gyakorlatilag mindenünk megvan. Akkor gyakorlatilag mindenünk legalább 252-es. Így van. Scott, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Üdv újra itt köztünk ki, mert a 42. hónapja, illetve Liderdi, nagyon szépen köszönöm a szívecskés 100-as sírt. Jóság, Scott. Szia, Misi. Elkezdett a kép és a hang csúszni? Az nem jó. Az sose jó. Na hát, eladjuk amit junk. Eladjuk a junk cuccokat.
Nem működik a scrap addonom, úgyhogy hát most, ja. Ez azért nem így csinálom. Aha. Az a trinket mehet a kukába. Az drága volt ez a trinket, egyért el tudtam adni. Nyakláncos, egy cipellős, egy válasos. Na jó. Ezeket miért is tartottam meg? Mi a mer alapcucc? El a fenének. Itt is vannak még alapcuccok. Kicsit rendbe rakjuk itt az inventorit. Na, mondjuk ez valószínűleg legutóbbi stream végén kellett volna inkább. ...239-es trignyó. És ott a tabard. Nézzétek meg, tabard meg nincs rajtunk. Ó, hogy a tabard látszódik a karakteren. Ó. Ó. Sziasztok, srácok. Üdvüd. Nekem voltak olyan cuccaid, amiket gyűjtöttél, fegyverek, gírek, stb.? Persze. Persze, vannak ilyenek a main karakteremen, de... ...ezen a Draktiron, ezen nincs. Ezen nincs ilyen. Ezen nincs ilyen. Köszi szépen a pergetészkotnak, srácok. Bandás World bossok Mount drop rate-jét jelentősen megnövelték a gondolatüzsdőket, hát a szerencsed az. Á, én ezt a Mount farmolást, ezt elengedtem. Úgyhogy... Én ilyet nem fogok csinálni. Na hát, arrébb megyek. Egy kicsit. És akkor gyorsan áttalántoljuk magunkat. Például a Thunder Fury Stoy, azt például gyűjtöttem, meg vannak cuccok is a transzogon mellett, amik szintén vannak. Amiket így nem dobáltam ki, mert hogy jól néznek ki. Na! Pakolászhatunk, srácok, akkor. Azt mondja, hogy ez nem az. Tehát, hogy ennel lehetett amúgy megnyitni a talenteket, azt hiszem. De én arra a mountot bindoltam. Dungeonizing-be visszad kipróbálni a hilát? Persze. Persze, Seki, hogyha behív, akkor igen, bízom benne, hogy healerként azért jobban hív majd be. Mit tud még Mount nélkül repülni? Hát amit az előbb láttál. Az előbb láttál, tudunk repülni. Tehát innen például, innen OG-ból el tudunk repülni nagyjából eddig a pontig. Tök jó. És hogyha teljesen fel van fedezve a zóna, akkor meg egyszerkel kisebb a CD, a képességem. Tehát amelyik zóna teljesen fel van fedezve, akkor 3 perces lesz ennek a felrepülésnek a CD-je. Úgy értem, hogy ezen a klasszon kívül. Mi tud még Mount nélkül repülni? Ja, hát a druida. A druida az nagyon jó, tehát az rendkívül jó a formjával. Ez a kieg free to play, nem vagyok egy WoW main. Nem, egyik kieg se lesz szerintem free to play itt a WoW-ban. De roci. Olyat tudsz egyébként, hogy level 20-ig szintezed magad. Előfizetés nélkül, de előfizetés az mindenhez kell. Ha pedig ki akarod élvezni az endgame contentet, akkor meg kell venned a kiegészítőt 50 euróért. Most a hétvégén free to play volt egyébként a WoW. Hát... attól még Draktírt nem tudtál csinálni. Na. Szóval ez, mit tudom én, 15 euró azt hiszem az előfizú, és 50 euró pedig a kiegészítő. Na nézzük! Az instat, az intellekt a main statunk, nagyon szuper. Talentelni fogunk, meg képességeket pakolászunk ki. Mass return. Aha. Aha, tehát van returnünk, meg mass returnünk. Nem tudom, van az a szituáció, amikor a sima
élesztést kell használnunk, és nem a mass return-t. Vannak köztetek healerek, akik azt mondják, hogy néha jó, hogyha az egy fős heal kint van az action baron, vagy amúgy tök felesleges. Itt nem combat rash-ről beszélünk, hanem csak a sima heal, sima rash-ről. Ez nem így van, ez nem így van, Seki. A Chromie Time miatt ki tudod próbálni az összes kiegészítőt, hogyha már van egy 50-es vagy egy 60-as karaktered, utána már tudsz kiegészítők között választani, de első karakternél mindenféleképpen a BFA-t kell végignyomnod. Bár amúgy nem olvastam végig az írásodat. Szóval, ja. Level 10-ig elmész a tutoriál területen, 10-től 50-ig az általad választotton, hogyha az egy alt. Ha nem alt, akkor BF-áznod kell, és 50-60 között pedig Shadowlands-ezel. És Sanni, lehet a sima rest gyorsabb, ha csak egy ember hal ki? Nincs. Ugyanolyan. Ugyanaz a cast time, annyi, hogy nem. Semmi. Tehát, hogy a sima felélesztés 40 yardos, 400 manás, 8,3 kasszekes, ez meg ugyanaz. Ez 100 yard, 400 mana, 8,3. Szerintem max arénában rövidebb a cast time, amúgy tök 8. Jó. Akkor igazából én ezt a sima return-t ezt le is veszem, mert felesleges. Ez az egyik combat rash? Nem. Ez mindkettő ugyanaz. Tehát hogy az egyik egy sima rash volt, ez pedig egy mass rash. Úgyhogy tök fölösleges a sima rash. Nem mass rash. Mass rashünk szerintem még nincsen, majd talentból lesz. Gyakorlatilag, ha megnézitek, milyen képességem van, mint healer, draktír, van egy mass rash-em, ennyit kaptam. Ennyit kaptam, srácok. Hát nyugodtan cáfolj rám, Seki, hogyha rám tudsz cáfolni, mondjad, mert én ezt így tudtam, nekem ezt így magyarázták el, hogy main karakterrel, mármint hogy az első karakterednek meg kell ütni a level 50-et, vagy a 60-at, azt nem tudom, és akkor utána a következő karakterrel már tudsz timeline-t választani. Így van amúgy, srácok, ez egyébként a DPS draktírnál is ugyanígy volt, hogy jó, mondjuk talán ott több képességem volt. Viszont visszahoz mindenkit, lehet megélni berakni. Ja, én most azt mondtam, hogy a sima rest azt kiveszem, mert hogy tök fölösleges. Tehát a sima restnek nem is kell az action baron lenni, mert ugyanaz. Na várjatok, ha egymás mellé rakom, akkor talán jobban fogjátok látni. Ott van. 35% HP-val hoz vissza, meg manával hoz vissza mindenkit. Az egyik meg csak egy valakit. És egyik sem működik kombat közben, de a masszeres a 100 yardos, tehát hogy... Tehát, hogy még targetolni se kell, csak elnyomod, azt működik. Ja, hát persze lesz képesség, meg képesség módosítás is bőven. Én annak most tökre örülök, hogy azok, amik így itt voltak, azok így megmaradtak. Nyilván egy csomó mindent kukázni kell, mert DPS-ágon van csak. Na nézzük. Hát ez kemény lesz, akinek ez egy unalmas feladat, hogy unalmas rész, hogy átolvassuk az összes talentet, megértjük, hogy mit, miért rakunk ki. Annak ez most egy fél óra skip lesz szerintem. De ezt mind a Paladinnál egyébként, mind a Draktír DPS részénél megnéztük. Üdvét mindenkinek, srácok, sziasztok. Na nézzük. Úgy néz ki, hogy ez az Obsidian Scale, hogy kevesebb damot kapjunk be, ez mindenféleképpen kell ide, úgyhogy ezt kirakjuk. A Landside-ra, arra, hogy lerútoljuk az enemit, arra viszont a healernek nincsen szüksége. X-Punch. Ez gyakorlatilag a poison leszedőkénk.
Ez nem volt kötelező, ez nem volt kötelező DPS részről, de ha jól emlékszem, kiraktuk. Úgyhogy ez marad. A Verdant Embrace, ha jól emlékszem, ez is ki volt rakva, így van, ott is van, tehát ez is a DPS részen ki volt nekünk rakva. Oda repülünk egy szövetségeshez és híleljük. Ez egy 15 szekes CD-vel rendelkező képesség. 8 szekes egyébként a Poison leszedő. És lesz még rá később olyan is, hogy nem csak Poison szed le. Így van. Így van, ez egyébként, ez a Cauterizing Flame, ha jól mondom. Hú, hát nem tudom, senki. Na, nézzük csak. Szóval, kell ez nekünk, és akkor oda tudunk máshoz repülni, és tudjuk őket healálni. Erre kíváncsi leszek, hogy ez így a gyakorlatban hogy fog működni. Egy ilyen képességet a damage-elős talentem még nem használtam, noha ki van rakva. Van nekünk itt egy olyanunk is, amit szintén ki kell raknunk, hogy a kék képességeink csökkentik a target movement speedjét 3 szekig. Ez se egy új dolog. A healerek, mert egy jó ideje nem csak healelnek, hanem damolnak, tehát így lassítani is tudunk, úgyhogy tök jó, ez is jöhet. Tehát kék képességek 50%-kal csökkentik a target movement speedjét 3 szeken keresztül. Jó cucc, jöhet. Ez Wolfhead-es talent, amit nézünk. Na, a következő, hogy a disintegrated gyorsabban tudjuk channelölni, hát ez nem kell. Ez nem kell a healernek, oké. Okay. Majd biztos vannak fontosabb dolgok is. Azt mondja, hogy landslide CD csökkentés, ugye mivel ezt kise raktuk, így nem szükséges az, hogy csökkentsük a CD-jét, meg hogy 200%-kal több damot kapjon. Oké, okay. Tehát hogy ez teljesen értető, hogy az miért nem kell nekünk. Van egy olyanunk, hogy gyorsabb Essence Regen, ez egyébként DPS ágon se kellett, nem tudom amúgy, hogy ez mikor kell. Tehát, hogy nem arra építünk, hogy milyen gyorsan regenerálják az essence-et a draktirok, hanem hogy milyen gyorsan procol egy, nem tudom mi, egy olyan cucc, hogy mit tudom én, essence nélkül nyomunk disintegrated. Tehát, hogy ez az essence regen, ez nem kellett se gyógyító, sem damage-elő ágon. De biztos van olyan szituáció, amikor ez jól jön, csak nem tudom. Egyelőre még nem látom, meg hát nem vagyok olyan jó traktér. Na nézzük, kell az Obsidian Bulwark. Azt mondják, hogy kell nekünk, tehát kétszer meg tudjuk magunkat menteni. 12 szekig 30%-kal kevesebb damot tudunk begyűjteni, és ezen másfél szekes CD van, és ebből jön még egy plusz stack. Ne viccelj, Siru, igazán nincs mit. Igazán nincs mit. Living Flame 3%-kal többet damol és healel, ez gyakorlatilag egy alapképességünk. Ez egyébként damage-elős ágon is kellett, úgyhogy itt is kirakjuk. Mi van még itt? Scarlet Adaptation. Na ezt néztük, hogy elraktároz 20%-át a healünknek egészen 3300-ig, és a következő damage-elős Living Flame-ünk az elraktározott healt azt le fogja dammolni, tehát ez egy olyan dolog, hogy healelsz, és eljön az a pillanat, amikor érdemes lesz mindenféleképp nyomnod egy Living Flame-et az ellenségre is, hogy azt, amit felhalmoztál a healekből, plusz damage, azt néha kitold magadból. Talán bérdet csinálsz, akkor azért nézed, mik a javaslatok, micsoda? Ha talent build-et csinálsz, akkor azért nézed, mik a javaslatok, vagy saját verziót szeretsz építeni. Én nem vagyok annyira jó játékos, hogy saját verziót építsek. Hogyha jó játékos lennék, akkor sajátot építenék minden egyes szituációra, de én nem vagyok. Én nem vagyok az a játékos. Úgyhogy Scarlet Adaptation jöhet. Healelünk, és néha az egyik Living Flame-ünk erősebb lesz.
Mythic plusz buildet szoktam nézni, Seki. Mythic plusz buildet. És ahogy látom, ez amúgy pont nem az. Igen. Ez pont nem az volt. Pont a raid buildet néztem. Köszönöm a kérdést egyébként, Seki, mert amúgy úgy néz ki, hogy amúgy Mythic plusra javasolják az Essence Regent. Jó. Akkor hadd szóljon. Akkor hadd szóljon. Ja, hát nyilván más, hogyha több mint öt emberre játszasz, mint hogyha csak öt emberre játszanál. Igen, igen. Jó. Cauterizing Flame, ugye ez egyértelmű, hogy kell, tehát ez nem is kérdés, ez minden healernek kell. Le tudják venni a bleedet, a poisont, a curse-t és a disease-t is. Illetve, hogyha leszedsz valamit ezek közül, akkor még healelsz is. Tehát, hogy ezt úgy nyomod el, hogy van valakin egy ilyen, akkor még ezzel healeled is őt. Ez jó cucc. Ez mindenféleképpen egy jó cucc. Ki is rakjuk, szerintem ezt a későbbiekben erősítjük is. Így van, ezt erősíteni is fogjuk. Hogyha lehet, persze. Na, Tailwind. A Hover, azaz az a képességünk, amivel tudunk, amit hogyha elnyomunk, akkor kasztolás közben még mozogni is tudunk, illetve meglök minket az elején egy kicsit, meg movement speedet ad. Úgy néz ki, hogy erre is érdemes lesz pakolni. Méghozzá most annyiban, hogy a 30%-os movement speed helyett 70%-ra kell ráraknunk, és az első 4 szegben 70%-os lesz a movement speed. Nektek nagyon sokat kivett, amikor egyelőre összerakott szettel játszotok? Én azért választom ezt, mert nyilván ért hozzá valaki, aki ezt a Mythic Plus-os buildet összerakta. Megértem, felfogom, hogy mik azok a képességek, amiket használunk. Hogyha ezt ennél jobban, magasabb szinten művelném, akkor nyilván biztos lenne olyan, hogy változtatnék valamin egy adott boss előtt, de mondom, ezen a szinten én nem. A Rescue-t mondod, hogy érdemes kivenni? Uh-huh. Na, majd megnézzük, Seki. Majd megnézzük. Heavy Wing Beats. Azt mondja, hogy ugye ezzel lehet csökkenteni azoknak a képességnek a CD-jét. Tehát mind a Wing Buffet, mind a TL Swipe CD-t, amiket én ide raktam. Ezek knockback-elnek. Knockback-elős képességet én még nem használtam, de ezeknek lehet csökkenteni a CD-jét. Ahogy látom, egyáltalán nincs erre szükség, erre a talent pontra. Van egy recallunk, ami... Na, mit csinál? Ja, látom, mit csinál, hogyha nyomunk egy deep breath-et, ami ez, amikor így tüzet hányunk magunk alá és elrepülünk messzire, hogyha 3 second belül a landolás után elnyomom, még egyszer, akkor visszavisz. Nincs erre szükség. Itt a Quell. Amire azt mondta Seki egyébként, hogy érdemes enélkül dolgozni, és inkább a Rescue-t nyomni. Hogyha van egy buta arca a dungeonbe, akkor a Rescue meg tudná őt menteni. Uh-huh. Megnézhetjük majd úgy is. Én egyelőre most a Quell-t fogom kirakni, ami azt csinálja, hogy egy adott iskolán belül szakít egy képességet, tehát hogyha egy arcane képességet szakítunk be, akkor utána nem fog tudni arcane képességet nyomni, de mondjuk Fire-t igen, hogyha ezt jól tudom. Nem tudom egyébként, hogy a bossoknál ez hogy szokott működni, erre most így nem emlékszem, de a szakítás amúgy mindig jó. A szakítás mindig jó, úgyhogy ezt most megtartjuk.
Van egy olyanunk, hogy sikeres szakítás egy essence generál, úgy látom, hogy erre nincs szükség a Mythic Plus-os buildbe. Azt mondja, hogy Magic Damage Done Increase, na hát erre volt szükség a damage-es buildbe, de a healesben nincs szükségünk Magic Damage Done növelésére. Nintendo sose volt a healer dolga, a DPS és tank figyeljen rá, én legalábbis healerként sose forszoltam ki a talentból interrupt-ot. Aha. Nem tudom, valószínűleg egyébként így első körökben én se fogok szakítani. Most így gondolkodom, hogy Paladin, Holy Paladinként én szakítottam el. Nem. Akkor tudtam, amikor a Blood Elf-ek tudtak szakítani, de hát most már nem tudnak szakítani. Nem tudom. Most, ha csak az alapján gondolkodom, hogy mennyire átalakult a healelés, és hogy nyugodtan damage-elhet a healer is, amikor olyan van, lehet, hogy amúgy ez egy olyan dolog, hogy belefér. Nem tudom. Valószínűleg ez inkább egy olyan csapatnál kell, akik nem tudnak annyira szakítani, bár szerintem minden damage-elő tud. Aha. Lehet amúgy, hogy rábeszéltek, hogy erre nincs szükség. Peep the Scales. Ez egy nagyon jó cucc. Ez nektek egyébként a mágusnak a kombusönnyéhez, vagy nem is tudom mihez hasonlítottam. Azt hiszem ott volt olyan, hogy elnyomsz egy képességet, és a következő nem is tudom hány szegben instant ez nem az. Bocsánat, kevertem. Az nem tudom, hogy hol volt. Ez nem az. Szóval ez a Tip the Scale az azt csinálja, hogy max empowered szinten tudod elnyomni instant a kasztot. Például a Fire Breath-et, ugye? Így van. Illetve volt itt még nekünk egy ilyen arcane cuccunk, de az nincs kint. De itt majd biztos lesz. Aha, itt van. A Spirit Bloom az például olyan. Tehát például három szövetséges tudunk majd healálni. Aha. Na jó. Végre még egy olyan illető, aki... Nem pedig DPS posztot ért. Én nem szeretek DPS-elni. Több fantáziát látok a tankolásba, meg a healelésbe. De jó volt kipróbálni egyébként, hogy milyen a DPS draktér. De szerintem hozzám közelebb fog állni a healelés. Persze majd meglátjuk az első dungeon után, hogy milyen. Szóval úgy néz ki, hogy erre is szükségünk van, erre a Tip the Scales-re. Maxos empowered, de szinttel tudjuk elnyomni a képességet. Instant. Azt mondja, hogy Healing Done és Healing Received növelés 2%-kal kell, 4%-kal az is kell. A Sleepwalk pedig, hogy dizorientáljuk az enemit 20 szekig, erre pedig nincs szükségünk. Ez valószínűleg inkább PvP-n kell. Ha tippelnem ki, nem úgy igazatok van, ez valószínűleg PvP talent itt a healer oldalon. Ja, meg Mythic Plus-nál, a Raid-esnél például abszolút nem írtak ilyet. Szóval dizorientálni tudjuk az enemit 20 szekre, és felénk jön a Sleepwalk-al. És hogyha rádamolsz, akkor pedig megmozdul. Ancient Flame. Igen, kis range-ű lesz majd ez a draktér. De kíváncsi vagyok rá így élőben, hogy ez hogyan fog megnyilvánulni. Valószínűleg ezt nem fogom érezni annyira, mert egyébként is a Holy Paladin az úgy működött, hogy minél közelebb vagy ahhoz, akit healez, annál effektívebb lesz a healed. Tehát, hogy egy Holy Paladinhoz képest szerintem én ezt a kisebb a range-ed dolgot nem fogom annyira érezni. Ha magamat healelem a Living Flame-mel, akkor kisebb lesz a cast time-ja a következő Living Flame-nek 40%-kal. Ahogy látom, erre sincs szükség, ez is inkább akkor valószínűleg ilyen PvP-s cucc. Holy Paladin-nal már lehet range build-et játszani? Komolyan? Mi a manó? Oké.
Bountiful Bloom. Azt mondja, hogy az Emerald Blossom kettő másikat is healálni fog. Ez az a képességünk, ami egy területi healt tesz le, és akkor három másikat healál rajtunk kívül. Hát ezzel most már akkor egy teljes partit fog healálni, tehát hogy öt embert lehealál. Ez ugye úgy működik, hogy kijelölsz valakit, és akkor arra ráteszi ezt a kört, és annak a range-ben... Ezzel úgy kell célozni, hogy minél több ember benne legyen. Jó. Extended Flight. A hover két szekkel tovább tart, nincs rá szükség, ahogy látom. Oké, megyünk tovább. Ez ugye a mozgó képességünk. Meg, hogy kasztolás közben tudjunk mozogni. Resistance Magic, Damage Taken 2%-kal csökken, úgy néz ki, hogy erre sincs szükségünk, viszont amire szükségünk van, és egyébként a DPS-nél szükség volt így a talentek alapján, az az, hogy a staminád 2%-kal, pontosabban 4%-kal több legyen. Blessed Furnace, a Fire Breath Damage Over Time-ja tovább tartson. Ugye ez az empowered képességünk, amit úgy kell szintezni, hogy minél tovább tartod lenyomva a gombot, annál másabb dolgot csinál. Ha nem tartod le, tehát egyes szinten, amikor megnyomod, elengeded, akkor damol 3000-et és dotol 8700-at, ezzel ugye meg lehet növelni, hogy még tovább dotoljon mindegyik szinten. És úgy néz ki, hogy erre egyébként szükségünk van, tehát akkor úgy néz ki, hogy healerként a Fire Breath-et is érdemes lesz nyomogatni. Oké. Oké. Exuberance. Azt mondja, hogy amíg 75% HP fölött vagyunk, a movement speedünk 10%-kal nő, nincs rá szükség. Nincs rá szükség. Mi van még itt? Source of Magic. Vagy micsoda? Source of Magic. Tehát, amikor elnyomunk egy empowered képességet, akkor helyreállítunk 0,25 százalékát a maximum manánknak empower szintenként. Tehát akár majdnem 1%-át is helyre tudjuk állítani. A manánknak, hogyha egy 3-as empowerű képességet nyomunk el. Source of Magic, és ennek mi köze van egyébként egy másik healernek? Ezt a képességet annyira nem vágom, srácok. Ja, hogy az ővét állított helyre. Ah, értem, tehát hogy félreértettem, tehát hogy ha ezt ráteszem másra, ezt a Source of Magic-et, akkor hogyha empowered képességet nyomunk el, akkor más kap max, az ő max manája alapján, a mi empowered szintünk alapján manát, oké, értem, tehát ez egy olyan csapatba jó, ahol több a healer. Tehát ez egy rédes képesség, valószínűleg ezt a rédes ágon érdemes is kirakni. Nem. Azt mondják egyébként a rédes ágon, hogy ez nem ér annyit. Oké, jó. Én elhiszem. Ezt a DPS-sel szokták kivetetni? Ja, mondjuk az is igaz. Az is igaz, mert ő is nyom empowered képességet. Aha. Oké. Okay. Na mi van még itt? A Wing Buffet és a TL Swipe knockja azt mondja, hogy még movement speedet is redukál 70%-kal 4 szekig. Hát ez is inkább ilyen PvP-s talent. Van-e rá szükség? Én úgy látom, hogy nincs. Tehát akkor mehetünk tovább. Az Emerald Blossom instant healál engem, amikor elkasztolom. Ó. Oh. Az Emerald Blossom pedig még mindig az a nagy területi képességünk, aha. Jó.
megyünk tovább. Renewing Blaze, instant képesség, ezt kirakadták velünk a DPS ágon, ez ugye azt csinálja, hogy ameddig aktív ez a láng, az alatt a 8-ek alatt, addig a 100%-a damage tékenünknek, amit ugye bekapunk, az visszahílelődik hotként. Tehát bekapunk 30 ezret, az 8-ek alatt vissza is jön ránk. És ugye ezt csak magunkra tudjuk tenni, ahogy látom. De amúgy ez elég király. Ez elég király. Viszont, ahogy látom, erre nincs szükségünk, mert ugye mi egyébként is tudjuk magunkat hílelni. A zöld képességek 10%-kal több HP-t állítanak helyre. Hát ez szinte kötelező healerként. Na itt a rescue, amiről beszélt Seki, hogy valószínűleg egy nem mythic plusos dungeonben. Ez a rescue nagyobbat megy, meg inkább a quell is, quell helyett is inkább a rescue nagyobbat megy. Mert nem feltétlen kell ennyi ember szakítani. Uh-huh. Osztom amúgy, amit mondtok, srácok. Hogy ez nem hülyeség. Na hát, a Source of Magic azt mondja, hogy... Tehát, ha 50% HP alatt vagyunk, akkor 15%-ot heal el rajtunk a Source of Magic. Nem. Azt mondja, hogy 15%-et az ő hiének, 15% az ő hiének engem is heal el, hogyha 50% HP alatt vagyok. Na, hát csak sikerült értelmeznem. Ez is így inkább ilyen arénás talent, vagy én nem is tudom. Tehát, hogy engem heal el az ő hiének 15%-a, hogyha 50 HP alatt vagyok. Ez inkább ilyen PvP-snek tűnik nekem, srácok. Oppressing Roar. Ez ugye azt csinálja, hogy 50%-kal tovább tartanak a CC-s effektjeink a következő 10 szegben. Erre szükség van. Nem gondoltam, hogy erre szükség van. CC? Milyen CC-t fog nyomni a healerünk, hogy ezt kirakadták velünk? Erre kíváncsi vagyok. Ezt az Oppressing Roar-t, ezt minek rakadhatták ki velünk? Az Azure Strike-unk egy enemivel többet damol. Uh-huh. Úgy néz ki, hogy ez nem kell. Unravel. Az Unravel-t azt kirakadták a damage ágon nekünk, úgyhogy nézzük itt mi a helyzet. Ugye azt csinálja, hogy ez... az Absorb Shield-re damol 13 ezret. Tehát, hogyha valaki van egy Absorb Shield, akkor 13 ezret rá tudunk damolni ezzel az árévallal. Köszi szépen, Veroci, a good luck effent. kell egyébként ez a talenteléshez is. Mythic Plus talentet állítasz most össze amúgy? Igen, Mythic Plus talentet rakunk össze. Igen. Jó, hát úgy néz ki, hogy ez se kell. Ja, csak én még azt nem tudom, hogy milyen CC lesz, amit nyomunk, mert a CC, az egyedüli CC, ami most így megvan számomra, hát az a lassítás, és az a landslide a másik, ami rútol 30-ekre. Tehát, hogy így most így, értelem nincs meg előttem, hogy a draktív mivel CC-z még. StarCraft 2-zöl, hoppácska. Na, Leaping Flames azt mondja, hogy a következő a Fire Breath-tel a következő Living Flame-ünk egy targettel értem. Tehát pillanat, értelmezem még egyszer, mert most értelem nem áll össze. Na, tehát, ha nyomsz egy 3-as Fire Breath-et, akkor a következő Living Flame-ed másik 3 embert is fog healelni, de hogyha csak egy 1-es Fire Breath-et nyomsz, akkor az csak 2 Living Flame-et fog eredményezni, tehát elnyomsz egy Living Flame-et simán, akkor az ugye egy embert healel,
de hogyha egy 3-as Fire Breath-et nyomsz el, akkor a Living Flame-ed 4 embert fog healálni. Ugyanazért az árért. Hát akkor nagyon érdemes lesz Fire Breath-elni. Ez egy nagyon fontos dolog lesz, hogy Fire Breath-eljünk. Értem. Jó. Kirakjuk. Értelemszerűen ez egy tök jó dolog. Na, azt mondja, hogy az Oppressing Roar-unk, hogyha leszed egy Enrage effektet egy enemiről, vagy akár többről, akkor csökkenti a CD-t, és annyiszor csökkenti 20 szekkel, amennyi enemiről vesz le egy Enrage effektet. Nem kell. Nem kell a build alapján. A hoverünk pedig plusz egy... A hoverünk plusz egy charge-ot kap, ez egy hasznos dolog, többször tudunk gyorsan mozogni, reppenni, meg ilyenek, meg kasztolni mozgás közben, ez jó cucc. Twin Guardian. Aha. Ez a rescue erősítésem. A rescue megvéd engem is és a szövetséges társamat is a bajtól, úgy néz ki, amikor akihez rászállunk. És damage absorbot kapunk, úgy néz ki, mindketten. A max HP-nk 30%-át 5 szekig. Tehát tudunk damage absorbot tenni másra és magunknak is a rescue-val. Aha. Ez nem is rossz. Egy szakításhoz képest, tényleg, hogyha van elég szakítás a csapatban, ez a kettő amúgy, ez nagyot mehet. Na itt van kettő is, a Foci of Life. Azt mondja, hogy ameddig a Renewing Blaze-nek az effektje aktív, amit ugye most nem raktunk és nem is néztünk meg, de megnéztünk, addig 20%-kal több healt tudunk bekapni. Uh-huh. Tehát, hogyha elnyomom azt, hogy ha rám dabolnak, akkor a 100%-át visszahílelem magamra 8 szekig, addig... Hogyha az aktív az a képességünk, akkor 20%-kal több hírt is tudunk bekapni az idő alatt, az alatt a 8 szek alatt. Oké. Okay. Fire Within. Na, Renewing Blaze-nek a CD-je csökkenti 30 szekkel, ez azt jelenti, hogy egy percenként tudjuk elnyomni a Renewing Blaze-t. Oké. Okay. Zephyr. Na, ez már múltkor is egy komplexebb dolog volt. Megérteni. Na. A Zephyr felrepít minket az égben, engem és másik négy társamat, 20 yardra a föld fölé, és kevesebb damot kapunk be az AOE effektekből 20%-kal, és nő a movement speedünk 30%-kal. Igen. Most azért ezt egy kicsit könnyebben értettem meg, ez amúgy menőnek tűnik. Szerintem, hogyha elérjük a 70-es szintet, azt hiszem az lesz a max a Dragonflight-ba, akkor ez is egy hasznos dolog. Időspirál. Na, az időspirál, ezek már azok a dolgok, ha megnézitek, már minden evoker pontot elköltöttünk, ezeket már csak úgy átnézzük, hogy mit lehetne még kirakni. 2 perces CD-nk van arra, hogy a következő movement ability-t, amit én vagy a társaim elnyomhatnának, ilyen major movement ability, az a következő 10 szekben elnyomható lesz. Tehát ezek amúgy nem tudom mik, ezek a major movement ability-k, de ezeket a következő 10 szekben még akkor is el tudjuk nyomni, hogyha ezt a képességet elnyomom. Hogyha netán az a képesség CD-n lenne. Tehát mit tudom én, menni kell, gyorsan elnyomod, és akkor mindenki tudja használni a movement ability-ét. Ezek a movement ability-k micsodák, srácok? Így példának mondjatok valamit, mert hirtelen most nekem nincs meg. Most az, hogy a shaman el tud változni, és ő tud futkosni, hát az például egy olyan dolog, amin nincsen CD. Major movement ability-nek számít például az a hover is. Ez movement ability, de ez major movement ability-nek számít? Jó kérdés, mi? Terror of the Skies, a Deep Breath-ünk most már stunolni is tudja az ellenségeket 3 szekre. Deep Breath, aha. Oké, van ilyenünk, a stun amúgy jó. Mert eddig nem sok stunnal találkoztunk.
Se DPS, se hír részről. Na, elérkezett a pillanat, srácok, hogy a reservation-es pontokat kiosszuk. Ugye ezekkel még eddig nem találkoztunk, tehát ezek teljesen újak lesznek, ezek lesznek azok a képességek, amik itt majd helyet kapnak az Action Baron. Na nézzük. Hát van egy Echo-nk például. Na nézzük. Azt mondja, hogy 2870-et heal-el a társon, 2 essence-be kerül, és a következő nem Echo healing spellünk. Mit csinál velem? A következő nem Echo képességünk 70%-kal gyorsabban kasztolódik el. Ez azt jelenteni? Rányomjuk az Echo-t valakire, és hogyha rányomunk mondjuk egy Living Flame-et, az nem 1,7 szek lesz, hanem 70%-kal kevesebb. A Divine Steed például a tank palánál. Aha, köszi szépen, Bensi. Aha, köszi szépen, ez egy nagyon jó példa volt erre a Time Spiral-re. Jó, hát ezt majd meg kell nézni, mert annyira nem értem pontosan, hogy ez az Echo hogyan működik, de amit kihámoztam belőle, ez az, hogy elnyomsz egy Echo-t valakire, ez egy 2 eszenzes képesség, akkor a következő nem Echo, például a Living Flame, ami kasztolós, az rövidebb idő, míg rámegy a targetre. Jó, hát ugye ezt ki kell rakni, kötelező, innen indul minden, és ahogy látom, a következő sorba is minden fog kelleni nekünk. Dream Breath, na már is egy empower-es képesség, ahogy látom itt egyébként a healer Draktírnak több empower-es képessége van. Nézzük, ez mit csinál. Begyűjti a Dreamnek az erejét, igen. Inhalál, és utána pedig kifújja azt 5 másik társra, sérült társra, aki maga előtte van ilyen kón alakzatban, 30 yardon belül, és 10 000-et nyom, aha. És ez is úgy működik, hogyha elengeded rögtön ezt a képességet, akkor keveset healelsz, és sokat hotolsz, sok időre hotolsz. Hármas szinten pedig 3-szor annyit healelsz, és kevesebb lesz a hot, és kevesebb ideig is tart. Érted? Ez ugyanúgy működik egyébként, mint a Fire Breath. Csak ez Dream Breath. Na, Reversion. Ez egy 7,4 CD-vel megáldott képesség, ami egy hot. Ez egy hot. Ez egy hot lesz, ez egy instant hotot tudunk tenni másra, 12 szekig heal-el 6000-et. És megnő a duration-je a targeten, hogyha kritel. Tehát, hogyha kritelünk ezzel a képességgel a targeten, akkor tovább tart a hot az illetőn. Ilyenkor ezt sose tudom egyébként pontosan, hogy ha megnő az ideje a hotnak, akkor többet is heal-el, vagy lassabban heal-eli ki azt az adott mennyiséget. Ezt nem vágom. Ez nem világos számomra, egyébként ez is kell. Temporal Compression. Minden egyes alkalommal, amikor egy bronz képességet kasztolunk, akkor a következő empowered képességünk max szintjéhez kevesebb idő kell, és ezt 4-szer tudjuk stackelni, tehát föl tudjuk vinni azt, hogy a max empowered szint 20%-kal kevesebb időbe kerüljön. Tehát gyorsabban el tudjuk kasztolni a maxos empowered szintű képességet. Ez amúgy menőnek tűnik, és ahogy látom, kell is. A kettő között több ideig heal-el többet. Aha. Ez akkor ez király, tehát akkor nem az van, hogy meghosszabbodik, de ugyanazt a mennyiséget heal-eli. Köszi szépen amúgy, köszi szépen a pontosítást. Ez király akkor. Essence Burst.
Na nézzük az Essence Burst, ez egyébként volt a DPS-ágon is, úgyhogy ez nem annyira új dolog. A Living Flame-ünk 20% eséllyel a következő Essence-es Ability-t ingyenessé tudja tenni. Talán ott annyiba volt másabb, hogy még az Azure Strike is beletartozott az Essence Burst-be. De lehet, hogy az majd csak később jön, mint módosító. Na nézzük. Rewind. A Rewind, az, ha jól emlékszem, az volt DPS-ágon is. De lehet, amúgy csak tévedek. Ha nem raidben vagyunk, akkor ez a képesség 100%-kal többet heal-el. Azt mondja, hogy ez egy 4 perces CD-jű képesség. 2500-ba kerül és instant tudjuk elnyomni. Azt mondja. Tehát az 50%-át a damoknak, amit bekaptunk az elmúlt 5 szegbe, azt visszaadja mindenkinek, tehát például, hogyha volt egy nagy AOE, amiben sérültünk 8000-et, mindenki sérült 8000-et, akkor 4000-et vissza fog adni. Hogyha az a képesség az elmúlt 5 szeken belül volt. Wow. De érdekes ez a képesség. És ugye ez hát nyilván a bronz sárkányhoz kapcsolódik. Wow. Ez amúgy mennyire király már. Nem tudom, én nem vagyok benne most így hirtelen. Szeretek minden kaszttal játszani, de ez például egy tök jó képességnek tűnik, ilyen egyedinek, vagy hogy is mondjam. Hogy visszaadja a damage tékenünk. Tehát a bekapott sebzés 50%-át visszaadja, ami az elmúlt 5 szegbe történt. Hírként. Wow. Ezek a klasszok most csak a sárkányfajtahoz tartoznak, mint például a DH az elfekhez. Ez kérlek szépen a draktír mint faj, az csak evoker lehet, és evoker csak draktír lehet. Tehát ez most így működik. Hogyha ez a kérdésedre válasz. Time deletion. Ja, ez a Rewind amúgy rohadt jó, csak így most így hirtelen ez, hogy 4 perces CD van rajta, kicsit soknak tűnik, de hát amúgy valószínűleg ez egy elég fontos dolog. Ez egy elég fontos dolog boss fightoknál. Biztos lesz egy képesség, aminél ezt mindenféleképpen el kell majd nyomni. Minden boss fighton ezt valószínűleg majd el kell nyomni. Ez egy olyan dolog. Time deletion azt mondja, hogy tehát megnöveli azt az időt, amiről szól ez a képesség. 5 szekről 8 szekre. Ja. Vagy mi? Nem. Ez egy új képesség. Na, ez egy új képesség, ez azt csinálja, hogy a következő 8 szegben a kapott sebzés 50%-át azt visszahíleljük. Tehát a következő 8 szegben, hogyha valaki bekap egy sebzést, ez ugye egy targetes képesség, akkor a bekapás pillanatától számítva, mondjuk bekap egy 30.000-es damot, akkor azt a következő 8 szegben visszahíleljük rá. De úgy, hogy az 50%-át. Kíváncsi lennék, hogy a haláltól is megvéd a Rewind. Nem véd meg a Rewind. Mert ugye akkor nem lesz skin healing. Tehát meghal valaki, akkor azt, ha elnyomod a Rewindot, akkor azt az embert nem tud felkelteni vele. De akkor például nem tudom, mi van, hogyha elnyomod a Rewindot. Nem. Megtörténik a sebzés bekapás, valaki meghal, föléleszted, jön egy combat rush, és elnyomod a rewindot, hogy akkor a target például kap-e healt, hogyha belehalt abba a bizonyos sebzésbe. Amúgy ez tök király.
Ez a time dilation is amúgy király. Tehát, hogy a következő 8 szegben tudod, hogy jön valami nagy sebzés, és akkor azt lehíleled. Ez amúgy király. Ez amúgy király. De ez például egy olyan dolog, ami tankra biztos mehet egy erős támadásnál. Ez király. Ez is tetszik. Szerintem nem fog halálon túlit kapni. Uh-huh. Ez egy olyan dolog, ami ti már biztos kipróbáltatok, vagy megnéztetek, ez inkább számomra csak egy ilyen érdekes dolog. Mit mindenkinek, srácok, sziasztok! Na, az Essence Burst is kell nekünk, a következő Essence Ability-nk ingyenes lesz. Ahogy látjátok, van egy pár Essence-es képességünk. Hol is volt? Na, itt az Echo-nk az például két Essence-es. Van-e itt még Essence-es? Az a helyzet, hogy a Disintegrate nem. Hány Essence-es képességünk van eddig? Ezt majd a végén össze kell számolni, hogy mennyire lesz fontos ez az Essence Burst. Mármint a feléleszted nem kapja vissza, amit a halála előtt bekapott. Aha. Szerintem se, de kíváncsi lennék, hogy ez így letesztelve, hogy mint működött. Na, Spirit Bloom. Empower képesség, ez a második ezen az ágon. Na nézzük. Azt mondja, hogy heal-el egy szövetségest 12 000-rel. Ez egy 30 szekes cooldown-ú képesség. Na, és azt írja, hogy ha ezt a képességet elnyomjuk, csak úgy simán, elnyomjuk és elengedjük, akkor egy valakit heal-el. Ha tovább tartjuk, akkor ez a 12 000 heal, ez osztódik két target, vagy éppen három target között, tehát ha sokáig tartjuk ki, akkor több enemit heal-el, ha elengedjük rögtön, akkor csak, mert nem enemit, hanem társat heal-el, ha elengedjük, akkor meg csak egy társat heal-el, 12 000-rel. Tehát nem úgy van, hogy 12 000, meg 12 000, meg 12 000, hanem ez a 12 000 osztódik, minél tovább tartjuk. Jó. Ez is egy olyan dolog, amit ki kell raknunk. Megyünk tovább. Emerald Communion. Ez egy channelözős képesség 3 perces CD-vel. Na nézzük. Tehát HP-t és manát állítunk helyre 1,4 szekig, és az overheal az átmegy a többiekre. És ezt akkor is lehet nyomni, hogyha éppen stunolva, fear-elve vagy silence-elve vagyunk. Tehát manát és HP-t regenerál 0,8 szekenként 4,1 szekig. Oké. Okay. Ezt még így hirtelen nem látom, hogy ez... Értem, hogy stunolás, fear-elés és silence-elés alatt is mennyire jó, de most ezt még így hirtelen nem tudom elképzelni. Hogy ezt így nyomkodom. Na nézzük, következő dolog. Azt mondja, hogy ezt akarják kirakatni velünk. Na nézzük, mi a másik. A Spirit Bloom-mal az Essence Regeneration-ünk az 100%-kal megnő 8 szekig, tehát hogy ezt elnyomjuk, akkor utána 8 szekig gyorsabban regenerál az Essence-ünk, és eljárt inkább azt mondják nekünk, hogy a Spirit Bloom-unk CD-je 10 szekkel legyen rövidebb, tehát 20 szekenként tudjunk Spirit Bloom-ozni. Oké. Okay. Fluttering Seedlings, ez is egy olyan dolog, amit ki kell raknunk. Az Emerald Blossom kireppen, igen, és heal-el szövetségeseket 40 yardon belül. Ha, és itt meg ez úgy néz ki, hogy Emerald Blossom, igen. Az Emerald Blossomunk az az alapképesség, alapterületi képességünk, és itt meg 2 seedling repül ki belőlem. Hát erre kíváncsi leszek, hogy ez majd hogy néz ki. Tehát itt gyakorlatilag ez a képesség, ez erősíti nem a Spirit Bloom-ot,
hanem az Emerald Blossomot, ugye, amit elnyomsz valakire, és akkor a köré lerak egy területit, és abba hílelődhet alapból három ember, három sérült valaki, de mivel mi azt erősítettük, ezzel a Bountiful Bloom-mal így öt ember is hílelődhet. Life Giver's Flame. Na nézzük. Úgy néz ki, hogy erre egyet kell rárakni. A Fire Breath-ünk... A Fire Breath-ünk tud hílelni. Na jó. Na jó. Oké. Okay. Szóval... A Fire Breath-ünk a damage down-unk 40%-át tudja hílelni. Hoppácska. És ez egészen 5 targetig megy, gondolom, hogy... Nézé, 5 társat tudunk vele hílelni. Ezzel a Fire Breath módosítóval. Na, hát így a Fire Breath-ünk még hasznosabb lett, tehát nem csak annyit csinál, hogy elnyomjuk, és akkor a... Következővel rövidítjük a Living Flame-nek a CD-jét. Hol is van az? Amúgy valahol itt raktuk ki. Hol van az? Hol vagy? Most már meg akarom keresni. Valahol itt volt. Nekem tökre rémlik. Ott van. Fire Breath a következő... Ja igen, hogy tovább mehet a Living Flame-ünk, bocsánat, hülyességet mondtam, tehát, hogy... De volt valami 70%-os is. Azt csak hallucináltam? Vagy nem itt volt? Volt valami 70%-os képes. Hát, lehet, hogy csak hallucináltam, srácok. Vagy megnéztük, de nem kellett kiraknunk. Lehet, hogy olyan is volt. Na mindegy, szóval a Fire Breath-et, hogyha 3-as Empowerrel nyomjuk el, akkor a következő Living Flame-ünk az 4 targetre megy, tehát mindenféleképpen érdemes a Fire Breath-et nyomkodni. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy fontos lesz. Golden Hour. Na. A Reversion az instant heal-el a targeten. Azt mondja, hogy... Aha, Reversion az melyik is? Reversion, tehát akkor ez gyakorlatilag minden, ami ilyen damot kapunk be. Vagy mi lehet ez a Reversion? Ja, ez az. Aha, ez a hotunk. Igen, tehát Golden Hour hotol. Na. Oké, most már értem. Tehát, ha olyan emberre nyomunk Reversion-t, aki egyébként az elmúlt 5 szegbe kapott damot, akkor a bekapott dam 15%-át azt instant híleljük a Reversion-nel. Kezd komplikált lenni számomra. Mert ugye vannak képességek, és ezek meg képességmódosítók, ezeket így fejbe tartani. Hát ez nem lesz egyszerű így elsőre, de tetszik egyébként, tetszik. Tehát most éppen képességet módosítunk. És ezt ki kell raknunk. Tehát, hogyha damot kap valaki, akkor a Reversion healelni fog rajta többet, mint amit alapból healelne. Na, itt van 2, a Delay 3, illetve a Just in Time is. Egyik se kell ezek közül, a Time Dilation Damage Delay-je. Time Dilation. Azt mondja, hogy ez az 50%-ról megnő 70%-ra, tehát hogyha tudjuk, hogy valaki damot fog bekapni, elnyomjuk, és akkor a következő 8 szegbe, hogyha bekapja azt a bizonyos damot, akkor az 50%-át visszahíleljük, és ugye a Delay 3 az ugye 70%-ra növeli meg ezt az állapotot. A Just in Time pedig csökkenti a Time Dilation-nek a CD-jét mindig, amikor egy Essence Ability-t kasztolunk el. Temporal Anomaly. Na nézzük. Azt mondja, hogy ez ilyen Vortex-et tol ki, ami abszorbol 4000 damot, kettő közelbe lévő szövetségesen 1,7 szekig. Oké.
Oké. És 5 szekig tart. És ez se kell. Na, megyünk még tovább. Resonating Spear, illetve Nozdormu's Teaching. Na, a Temporal Anomaly az ugye ez, amit itt fölötte láttunk. Plusz egy target kap shieldet, illetve a másik pedig az, hogy a Temporal Anomaly Echo-t is applikál, egy 30%-os Echo-t aktivál. Azokon a szövetségeseken, akiket heal-el is. Amúgy ez tök jónak tűnik, ez a Temporal Anomaly. Ez érdekesnek tűnik. De egyikkel se kell élnünk. Raidbe kell ezzel élni? Nem. Raidbe se raknánk ki. Úgy néz ki, hogy ezek nem olyan menők, mint aminek én gondolom. Flow State. Na, nézzük a Flow State-et. Az Empower képességek azt mondja, hogy 5%-kal gyorsabbá teszik nekünk az időt. Tehát, hogy gondolom, gyorsabban tudunk kasztolni. Nem, azt jelenti ez, hogy 5%-kal gyorsabb az idő, hogy nő a movement speedünk, a cooldown recharge-étünk és a cast speedünk 5 szekkel. Tehát a flow state-et, hogyha kirakjuk, akkor el lehet azt élni, hogy 10%-kal gyorsabbak, gyorsabban, gyorsabb lesz a move, tehát hogy gyorsabbak leszünk, ugye megnő a movement speedünk, a cooldown recharge-étünk is, ugye gyorsabban tudunk képességeket nyomni, gyorsabban töltődnek újra, és gyorsabbak lesznek maguk a képesség kasztolások is, egy empower képesség elnyomása után 10 szekig. Hát ezt most jól körülírtam, jól megbonyolítottam, de a lényeg, ez jó cucc abból a szempontból, hogy gyorsabb lesz egy csomó minden, az idő múlása számunkra meggyorsul. Oké. Okay. De ez se kell. Time Lord. Az Echo azt eredményezi, hogy 50%-kal több healt 50%-kal több healt kap az a valaki, akin az Echo rajta van. Én úgy értem, hogy ez így működik. Tehát elnyomjuk az Echo-t, a következő nem csak hogy gyorsabb lesz, de 50%-kal durvább is. Hát akkor ezt úgy kell kombózni. Hát igen, azt nem mondom, hogy a healer draktír egyszerű, de szerintem élvezetes. Hát figyelj, szerintem semmi nem egyszerű, de így most elsőnek így átnézni ezt, és így realizálni, hogy mennyi minden menőség van itt a draktír preservation talentjében, wow. De most ezt így mind memorizálni, de jó ég. Tehát 50%-kal több healt kap az, aki rányomjuk az Echo-t. Na, Life Force Mender. Kell ez nekünk? Nem. A Living Flame és a Fire Breath-ünk többet damol, és a heal, amit okozunk, az 1% lesz a max damunknak. Tehát 1%-kal többet damolunk, és 1%-kal többet healelünk. A Living Flame-mel és a Fire Breath-tel. Aha. Aha. Hűha, oké. Okay. Field of Dreams 30% eséllyel az egyik Fluttering Seedlingünk egy új Emerald Blossomot növeszt. Azt a rohadt. Hát gyere rám! Gyere rám! Tehát ugye ez az a képességünk, amit hogyha valakire elnyomunk, akkor köré megjelenik egy területi, és abban 5 társunk tud healelődni. Az a területi, hogy ez egy 10 yardos területi lesz. És ugye itt a seedlingekkel 2 seedling kirepül, ami heal-el szövetségeseket 40 yardon belül, és abból a magból 30% esélye egy új Emerald Blossom jöhet létre. Sziasztok, teljesen új játékosként nem gáz most becsatlakozni a WoW-ba? Szerintem sose gáz becsatlakozni a WoW-ba. Ha vannak ismerősök, akik tudnak ember segíteni, akkor kicsit könnyebb lesz a betanulás, de szerintem teljesen egyedül is élvezetes amúgy a WoW. Még most is. Úgyhogy nagyon jól elmagyarázzák az elejét is. Szerintem teljesen rendben. Jól megcsinálták a betanulási folyamatot ezzel a tutoriál szigettel. Na, megyünk tovább. Burst.
Essence Burst, minden egyes alkalommal, amikor kapunk Essence Burst-öt, akkor a healünk, a critical healünk megnő 15%-kal 10 szekig. Aha, tehát hogy a critelünk Essence Burst alatt, akkor... na, tehát minden egyes alkalommal, amikor kapunk Essence Burst-öt, a critical healünk 30%-kal nagyobb lesz 10 szekig. Ja, és ez amúgy nem kell. Jó. Na, van egy passzív. Van egy passzívunk, a Dreamwalker, amit nem rakunk ki, meg van egy Rush of Vitality. Azt mondja, hogy amikor éppen kommunikálunk az álommal, akkor tudunk mozogni. Tehát például, hogyha kapunk egy stunt, egy Fear-t vagy egy Silenced, akkor, hogyha elnyom ezt az Emerald Communion képességet, akkor azonnal lejön rólunk a stun és a fear is. Hát a silence az valószínűleg nem, de hogy mozogni tudni fogunk. Most már nem egy nehéz game a WoW, szóval nem lesz gondod szerintem utólag csatlakozni. Nem egy nehéz game? Hát basszus, akkor én nagyon ostoba vagyok. Most így nézegetem ezeket a talenteket, és így... nem fogom. Tehát, hogy nem fogom ezt így mindet megjegyezni, sajnos. De, hát nem tudom, most nem egy nehéz játék. Szerintem ez nem igaz. Szerintem sokkal, sokkal komplexebbek, sokkal bonyolultabbak a például a boss fight-ok. Ha összehasonlítunk egy 5 vagy egy 10 évvel ezelőtti raidet egy mostanival, szerintem nemhogy sokkal könnyebb, hanem sokkal nehezebb. De... ez egy olyan dolog, hogy kinek mi nehéz, de én azt látom, hogy egy raid vagy egy mythic plusz, tehát a játék nehézsége, én úgy gondolom, hogy csak nőtt. A fejlődés? Ja, hát fejlődni nem nehéz, mert ugye abszolút nem azon van már a hangsúly, hogy te most így a lóros dolgokat csináljad, vagy hogy questelj, vagy mit tudom, micsoda. Már más a prió. Ja, felzárkózni valóban szerintem is sokkal könnyebb. Ha így érted, akkor ez igaz. Ez igaz. Hol tartottunk? Igen, ezeket néztük. Ja, hogyha így érted, akkor igazad van. Az Emerald Communion növeli a max HP-nkat 20 szekkel 15 szekig. Ez se kell. És mert itt vannak érdekes képességek. A fejlődés easy 4 óra egy levele 1-től 60-ig húzás? Az durva. 4 óra alatt már fel lehet húzni egy karaktert 60-ra. Nem túlzó amúgy Hunter Power? Hatvanra is element eventtel felmenni 4 perc kb. Egy szint. Ez a pre-patch-es event, ez a Legion-nél is elég komoly volt, én a karaktereim nagyját akkor húztam fel. A mostani Mythic Plus és Mythic Raid nehezebb mechanikákat tartalmaz, mint anno, jó pár éve tolom, és max content-tel összesen lehet hasonlítani. Ja, itt valószínűleg arról volt szó amúgy Partizán, hogy a fejlődés, a felzárkózás egyszerűbb, de akkor ezek szerint jól látom azt, hogy sokkal, sokkal komplexebb a játék. Nem túlzás a 4 óra? Oké. Jó. Én elhiszem nektek, én nem tudtam, hogy ilyen gyors lehet már karaktert húzni. És ezzel a pre-patch-es eventtel milyen gyors karaktert húzni? Tehát aki csak pre-patch-es eventet nyom, level 10-től, vagy nem is tudom, 20-tól lehet nyomni, annak mennyi idő, mert én mennyi idő egy karaktert maxra felhúzni, mert én emlékszem, hogy a Legion-ben, ha nem is maxra, de előző contentes szintre fel tudtam húzni karaktereket. De ez már nem tudom mikor volt. Level 40 után szalad meg az XP, addig van, hogy 1 óra 1 szint tegnap tesztelve, 50-60 között éri meg, aha. Tehát a pre-patch eventtel 50-60 között éri meg szintezni, aha. Köszi szépen.
Most van egy 3 órás run 1-től 60-ig. Aztán, az nagyon komoly. De akkor ilyen lazán 6 óra alatt már fel lehet húzni egy karaktert. És ott az hogy kell elképzelni? Hogy kell elképzelni, hogy miket csinálnak ilyenkor az emberek? Aki így level 1-től 60-ig húz. Azok mit csinálnak? Dungeonezni kell? Vagy mit kell csinálni? Miket csinálnak ezek az emberek? Bégézés. Aha. BFA Dungeon. BFA Dungeon és bégézés. Level 10-ig küldi. Level 10-től Dungeon Finder spam. Insta és event. Aha. Aha. Az komoly. Wow. Köszi az infót, srácok. Köszi az infót. Azt mondja, hogy... Ja, mert most még van ilyen 18-as szülinapi bónusz XP boost is. Van olyan, aki fővárosban van egész nap és spameli a dungeonokat, a BG-ket, már aki szeret PvP-zni. Hát most ugye azt lehet csinálni, hogy vagy BG, vagy dungeon nyomod, és közben, amíg nem hív be, addig meg ütöd az eventet. Aha. BC-s instaquestek? Uh-huh. Na nézzük tovább. Nézzük tovább, hol tartottunk. Call of Izera. Már nem is emlékszem, hogy hol tűnt fel. Nem emlékszem, hogy vele hol találkoztam. Ez úgy néz ki egyébként, hogy kell. Azt mondja, hogy a Verdant Embrace növeli a következő Dream Breath-ünket 40%-kal, mármint hogy a hiét, vagy a következő Living Flame-ünket 100%-kal. Verdant Embrace. Na, ezt most itt megtalálni, hogy az melyik. Verdant Embrace. Hát így névről én nem tudom ezt megmondani nektek. Verdant. Aha, ez a... Ott van. Na, tehát a következő... Rászállunk valakire. Megnöveli a következő dimbretünket, az Empowered kasztolós képességünket. Illetve az alap sárkányos leheletünket 100%-kal. Írd be a keresőbe, van egy kereső. Ja, csak ameddig még nem... Vagy itt a keresőbe? Erre a keresőre gondolsz, ami itt van? Ó. Oh. Én úgy szoktam, hogy kiválasztom a katás timewalkingot, Chromitól, és akkor lehet random classic dungeont menni. Aha. Igen, a zöld dragon aspektus azért, csak nem tudom, hogy hol találkozhattam vele. Mármint, hogy így, azt hiszem vele lehet találkozni a WoW-ban. Nyilván. Csak hogy ő hol volt ott, mibe szerepelt, azt már nem vágom. Aha, na, például a Lich King alatt Emerald Dragon Shrine-nál ott van. Na hát akkor én valószínűleg ott találkoztam vele. Shadowlands alatt még Ardenweald-be is. Akkor lehet, hogy még ott is találkoztam vele, igen. Na ez egy olyan dolog egyébként, ami kell nekünk, meg amúgy tetszetős is, tehát hogy 40%-a erősebb az AOE-ink, illetve a single targetesünk 100%-kal. Kérdés amúgy. Ha én ráugrok valakire, elnyomom a Fire Breath-et, a 3-as Empowered-ű Fire Breath-et, és nyomok egy Living Flame-et, akkor az egy 4 emberes, 100%-os Living Flame lesz, srácok. Ugye van egy ilyenünk, ha megtalálom, itt van. Tehát a Leaping Flames az azt csinálja, hogy elnyomunk egy 3-as Fire Breath-et, akkor a következő Living Flame-ünk az 4 emberre megy rá, és ha még előtte ugrunk is, akkor az egy 4 darab 100%-os Living Flame lesz, kacok. Vagy ezt túl gondolom.
Igen, igen, Revanton, Isérára gondoltam, csak nem tudom, hogy amúgy az ő nevét hogy kell mondani. Lifebind. A Verdant Embrace, ezt most már tudjuk, ez az ugrás. A Verdant Embrace összeköti az életünket a szövetségesünkkel, és ezzel... Nézzük csak. Hát, a mi healünk 40%-a, amit az elmúlt 5 szeg... Nem. Tehát, hogy a mi healünk 40%-a rámegy arra, akire ráugrottunk. Ezt jól értem, srácok, hogy ez azt csinálja, amúgy ez kell nekünk. Tehát valakire ráugrunk, akkor azután a healünk, amit tolunk, az annak 40%-a rámegy egyébként a társra, de nem úgy megy rá, hogy a healünk egy részét elveszítjük, hanem plusz 40% heal még kimegy, és az a társunkra, akire ráugrottunk. Tehát akkor fontos lesz, nagyon fontos lesz nyomkodnom majd az ugrálást is. Oké. Hát ez nem tudom, hogy így keybindokban mennyire lesz kényelmes. A Reversion 2 charge-os lesz, az ugye ő, a hotunk. Ez kell? Kell. Oké, kellett, jól van. Merre megyünk még el? Hú, na hát ezek például nem kellenek majd. Nézzük csak. Temporal Compression teljes Essence Burst-ot ad nekünk. Temporal Compression. Elfogyasztunk egy teljes Temporal Compression. Az mi? Temporal. Temporal Compression ott van. Amúgy ez tényleg az volt, Shaki. Köszi szépen. Na. Ez a Temporal Compression, ez ugye az, hogyha bronz képességeket nyomunk, akkor a következő Empower spellünk 20%-kal, tehát 20%-kal gyorsabban eljut a max Empower szintre. És ez 4-szer stackelhető. Hogy ezt meg tudjuk enni, ez gyakorlatilag azt csinálja, hogyha nyomogatjuk a bronz képességeket, akkor néha kapunk egy Essence Burst-ot. Értem. Kíváncsi lesz, hogy milyen lesz healelni a vokárral? Hát én is nagyon kíváncsi vagyok rá. Essence-ünk megnő 6-ra, tehát 5 Essence, 5 Max Essence helyett 6 lehet. Ouroboros. Ez se kell. Minden egyes szövetségest, akit healelünk Emerald Blossommal vagy Dead Breath-tel, kap egy stack-nyi Ouroborost, és ez azt csinálja, hogy a következő Echo-s healünk 15%-kal durvább lesz. Ezt gondolom úgy kell elképzelni, hogy ez ugye stack-kel 20%-kal. Nem tudom, hogy ez az Ouroboros elég jónak tűnik, tehát minden egyes szövetségest, akit Emerald Blossommal vagy Dream Breath-tel healelünk, az kap attól azért kapunk egy stack Ouroborost. És az Echo-nk így többet tud healelni. Hát ez ugye úgy megy, hogy ez csak 4-ig vagy 5-ig tud felsztekkelni, mivel én is beletartozok, ez csak 5-ig tud felsztekkelni, tehát ez az Ouroboros, ez valószínűleg raidben lehet jobb, mert ott több társat tudunk healelni. Nem tudom, miért mondok amúgy enemit néha a társ helyett, de több társat tudunk healelni az Emerald Blossommal, meg a Dim Breath-tel is, és így a következő Echo-nk az még brutálisabb lehet. Tehát ez egy ilyen raides képességnek tűnik nekem ez az Ouroboros. Ezt kirakják amúgy? Nem. Pedig olyan menőnek tűnik. Ez olyan menőnek tűnik, srácok, ez a képesség, és nem is rakják ki. Hát látjátok, ez van akkor, hogyha én a fejembe azt mondok valamit, hogy menő, azt amúgy itt a buildeknél meg nem használja senki. Vagy lehet, hogy csak félreértelmeztem. Hogyha hülyeséget mondok, nyugodtan javítsatok ki, srácok. Font of Magic. Ez a sor is egyébként olyannak tűnik, mint amilyen egyébként a DPS-nél is van, tehát hogy az Empowered képességeink plusz egy max szintet kapnak, tehát lehet level 4-es is egy Empowered-es képesség, nem csak level 3. Font of Magic. És erre szükségünk van? Nem, nincs szükség.
Temporal Artificiar. A Rewind CD-je csökken 60 szekkel, ez egy 4 perces képesség, a Rewind. Ami ugye az elmúlt 5 szekbe történt sebzést 50%-kal visszahíleli. Jó. A Rewind 2 charge-os lesz, de a híje lecsökken 50%-kal. Tehát gondolom... Most 3003-at heal-el. Tehát akkor a heal az... Az nem 50%-át fogja a damage-nek heal-elni, hanem csak 25-öt, de két charge-os lesz, tehát többször tudjuk ezt elnyomni. Jó. Többször elnyomni egy ilyen menő képességet jobb, mint egyszer. Minden attól függ, hogy mi jó neked. Ja, ez igaz, Hungrave, ez igaz. Ez egyébként igaz. Energy Loop. A disintegrate-ünk 20%-kal többet damol, és manát generál ez idő alatt. Nincs erre már szükségünk, még 3 pontunk van, amit el akarunk osztani. Time of Need. Amikor lemegy a HP-nk, vagy egy szövetséges HP a 20% HP alá, nagyon jól elmondtam, akkor egy verziója az önmagamnak belép az idővonalunkra, és heal-el rajta 7400-at. Szekkenként ez a Time of a Need, ez bekapcsol, hogyha valaki 20% HP alá megy, és egy verziója önmagamnak belép az én idővonalamra healelni egyet. Ez a leírás amúgy tetszik. Jó, amúgy ez király. Ez király lát. Ezt használják amúgy? Raidbe se használják. Szegény képesség. Na jó, megyünk tovább. Timeless Magic. A Reversion, a Time Dilation és az Echo 15%-kal tovább tart, 30%-kal tovább tart, tehát ezt így ki tudjuk rakni. Hát, Reversion, igen. Igen, 30%-kal tovább tart, a Time Dilation is. Time Dilation. Uh-huh. Igen, igen, igen. Következő 8 szegben 50% a bekapott dam 50%-át visszahíleljük, igen. Igen, és az Echo pedig, az pedig az. Uh-huh. Oké. Okay. Jó. Jó, hát itt most a keybindokat majd jó lesz elpakolni. Azt mondja, hogy tudunk olyat csinálni, 10%-kal több hit nyomunk azon, akin van reversion a grace period miatt, de ez nem kell nekünk. És a renewing breath pedig azt csinálja, hogy megnöveli... Ó, de kár, hogy ezt nem tudjuk megnézni, semmi gond, mindjárt megnézzük. Tehát 30%-kal többet healelet a deep breath-ünk, hogyha ezt kirakjuk. És van még itt egy dim flight-unk is. Ami gyakorlatilag ugyanolyannak tűnik, mint a Deep Breath. Annyit csinál, hogy a targethez repülünk, ez egy 2 perces CD-jű képesség, és healelünk mindenkit, aki pont az utunkban van. 5740-et azonnal, és 4300-at hottal, ezzel rootokat, tehát le tudjuk szedni az összes root effektet. És immunisak leszünk minden lassító vagy CC-zős dologra, miközben repülünk. Ez gyakorlatilag amúgy a Deep Breath, csak híles verziója. Ez így van, Vétomi, ez a Deep Breath, csak a heal verzió, így van. Na, Cycle of Life. Minden 3 Emerald Blossom után, minden 3. Emerald Blossom után lesz egy... kis... mi is ez a Sprout amúgy?
Egy kis hajtás, így van. Tehát hagy egy kis hajtás minden harmadik Emerald Blossomunk, ami begyűjti a 15%-át a healünknek. Ezt hogy is kell érteni, pillanat? Na, ez begyűjti a healünket, a healünknek a 15%-át 10 szeken keresztül, és a begyűjtött healünket kiosztja 30 yardon belül a targetek között. Értem. Na, akkor most összefoglalom, hogyha valakinek ez bonyolultat volna, amilyen bénán körülírtam. Tehát minden harmadik Emerald Blossomunk hagy egy kis hajtást maga után, ami a healünknek, a következő 10 szekben történt healünknek a 15%-át begyűjti, és utána, a 10. szek után ezt a hajtást kiosztja 30 yardon belül a szövetségeseknek. Oké, király. Stázis, nagyon az utolsó dolog, amit ki kell raknunk. Mi ez? A következő három gyógyító képességünk, segítő képességünk duplikálódni fog, és eltárolódik. Aha. Aha. Na, hát úgy néz ki, hogy... Úgy néz ki, hogy ezzel a stázissal el tudunk raktározni három olyan képességet, aminél, hogyha nagy hírt nyomunk ki, akkor a stázissal elraktározzuk azokat, és hogyha újra aktiváljuk a stázist, akkor el fog szabadulni ez a mágia, de hogy kin, azt nem tudom. Na, tehát úgy néz ki, hogy ha 30 szeken belül aktiváljuk a stázist újra, akkor az a heal, amit kiosztottunk, kiosztásra kerül még egyszer, az a három képesség. Hú, ez ilyen elraktározás, értem. Tehát megpróbálom még egyszer elmondani. A stázis azt csinálja, hogy a következő három segítő képességet duplikálja és elteszi, és hogyha a 30%-om, ha ez megtörtént 30 szeken belül, hogyha elnyomom még egyszer, akkor ez, amit elraktároztunk, ez szabadjára engedi, és ez kiosztásra kerül, de hogy ez most egy olyan képesség, amivel targetelni kell, vagy ezek a képességek, amiket elraktároztunk, ezek csak arra a targetre mennek rá, ha a targetünk, akit healeltünk, meghal, akkor mi történik azzal a healel, ezt nem tudom. De amúgy menőnek tűnik ez a stázis, csak sok a kérdés. Jézus. Ez Jézus. Na, tehát van egy rewindunk, ami egy nagy CD. Ami egy nagyon nagy CD. Ezt feltesszük ide. Alt-kúra. Van egy olyanunk, amivel le lehet szedni a bleedet, a poisont, a cursed és a diseased, és hogyha sikerül leszedni, akkor healeljük is őket. Na, ezt hova a fenébe rakjuk? A rescue helyére, aha, Zephyr, Na mindjárt kitaláljuk, hogy mit és hova rakjunk. Ez meg damage-től véd meg. Van egy olyan képességünk, ami damage-től véd meg. Ez mehet az erre. Rescue most nincs bent. Zephyrünk sincsen. Itt van egy poison leszedés. Jöhet amúgy egy ilyen bleed, poison, körzés, disease leszedés is valóban. Valamint egy cloudburst totem, ami a shamannak van legalábbis szerintem. Aha. Szia, Crazy Berry. Na, azt nem vágom a shamannál, hogy mi ez a cloudburst totem. Na, az Emerald Blossomot azt például közelebb kell rakni, meg a Verdant Embrace-t is közelebb kell rakni, mert ezek fontos képességek lesznek. Tehát ezek nem lehetnek ott, ahol most így volt. Ez a Cauterizing Flame, ez jöhet a Shift Pura. A Time Dilation, aha, ott a Herunk,
vagy a BL-ünk. Na, az AR-ével sincs már nekünk, illetve a landslide-unk sem. De van szakításunk, ami nem biztos, hogy ugye majd kelleni fog. Oppressing Roar. Hát ez például jöhet ide. Stázis. Reversion, ez ugye a hotunk. A hotunk. A hotunk mehet oda a tére. Mert mehetne amúgy közelebb is az erre, aha. Az erre megy a hotunk. Echo. Az echo is egy fontos dolog lesz. Az echo is egy fontos dolog lesz. Itt van a Dim Breath, az mehet a 4-esre. Spirit Bloom, ez is egy empowered képesség. Lerakod, amit healálsz, annak az X százalékát összeszedi, azt ahogyba szétdobálja, ha elnyomod, vagy ha lejár. Ó, oh, köszi szépen, ezt nem tudtam, hogy a sámánnak van ilyen. Emerald Communion. Jó, ezt meg oda tesszük. Empowered képesség. Húha, azt hiszem amúgy bajba leszek itt. Spirit Bloom. És akkor van egy echo-nk. Hát ugye a Disintegrate a CC-nk. Van. Szevasz madari, mi volt a reggeli? Mi volt a reggeli? Rántotta. Sült hurka kolbász. Ó, egészségedre. Nice. Nice. Na, rárepülünk valakire. Az mondjuk jöhetne oda. Na. Ezt most így valahogy így tudom elképzelni, srácok. 0, 1-es, 2-es, 4-es. Hú, jó. Na. Tudom már, miben leszek itt bajba. Ugye kell látnom, hogy... ugye nem tudom most, hol kell beállítani azt, hogy... lássam azt a rédes UI-t. Várjatok. Edit mód. Raid frame. Igen, ott van. Aha. Party frame. És azt nem tudom, hogy be lehet-e állítani azt, hogyha ezen a talenten vagyunk, akkor a raid frame jelenjen meg. Shuf. Nem baj, srácok, első dungeon szenvedős lesz. Az szenvedős lesz egy kicsit. Ask options interface, és ott lesz. Ask options interface, és ott lesz. Raid. Nem tudom. Ask options interface, és ott lesz. Nem tudom, hogy itt ez most melyik. Mert amióta ugye bejött a Dragonflight-os patch, azóta átrendezték egy kicsit a dolgokat, és hát nem tudom, hogy így most mire. Party, frame, nem tudom. Raid. Nem tudom, mire kell rákeresni. Edit mód, a party frame-ét át lehet állítani raidesre. Itt.
ezt át lehet állítani, nem tudom, edit, nem tudom, legalul, na, options, interface, legalul, rate frame, igen, azt látom, hogy itt a rate frame, csak a, nekem az kéne, hogy a party frame helyett a rate frame legyen. Hol a party frame-em? Itt, bal oldalt, vagy mire gondoltok? De nem mutatta az edit módba. Szóval lehet, hogy addon miatt nem látszódik. A Shadow Unit Frames miatt lehet, hogy nem látszódik. Edit mód. Party frame. Igen, ott van bal alul. Ja, hogy ez már alapból át van állítva a rédesre. Jó. Akkor jó. Oké. Okay. Na én rögtön ezt már átállítottam rédesre, oké. Okay. És akkor itt pedig ki kéne kapcsolni, hogy ő kezelje a partit, gondolom én. Party. Aha. Hide in any raid. Aha. Aha, aha. Na, hát lehet, hogy ki kéne kapcsolni. Lehet, hogy ki kell majd kapcsolni a Shadow Unit frame-et. Vagy van itt ilyen teszt? Szokott lenni ezeknél a Unit frame-eknél ilyen teszt. És akkor meg lehet nézni, hogy mi hogy áll éppen. Azt mondja, hogy most így nézem. Hide party frame. Nagyon bejön ez az új UI, nem kell elvi UI-t frissítgetni. Mm. Nekem nem jött be amúgy. Mert egy csomó változtatás amúgy tetszik, amit hoztak ezzel az új UI-jal, de például a bartenderemet nem tudtam lecserélni, mert nekem nagyon zavart, hogy nem tudtam akárhova mozgatni ezt a mikromenüt, és az is zavart, hogy olyan nagy a backpack-es menü. Én itt jobb alul már megszoktam, hogy ott a details, úgyhogy nekem amiatt például kellett a bartender, még mindig, pedig amúgy nagyon jó, nagyon jók azok a változások, amit hoztak, de nekem kevés, hogy kiváltsam. Ez a hide party frame csak az alap blizzardosat. Hát ja, most ez most ki fog derülni a dungeonbe, mert hogy én így nem látom, hogy... Bár amúgy mindjárt rákeresek. Na, van-e teszem, hogy a Shadow Unit Frames-nek azt kérdezik? General és Lock Frame. Na, itt van, látjátok? Aha. Aha, ez jó. Na, hát ez valahogy így néz neki. Akkor gondolom ki kéne kapcsolni, hide blizzard. Akkor lehet, hogy a blizzardosat nem kéne elrejteni, és a partit meg ki kéne kapcsolni. Ez egy jó kérdés, hogy hogy kell. Enable unit party. Na, és akkor így van, a partit kikapcsoljuk, a hide blizzardba pedig a party frame-et visszakapcsoljuk. Na, ez így szerintem már jó lesz. Köszönj, srácok. Új, van még ilyen advanced is. Most ez a Tesseró, vagy már éles van? Ez már élesben van. Élesben van. Előző héten hozták be a draktírt. Akkor ugye felfejlődtünk vele, kipróbáltuk milyen damage-ként. És most pedig elvileg tankra várunk, és akkor kipróbáljuk élesben, hogy milyen. Hát ez egy olyan dolog, hogy ki mit szokott meg, kinek mire van szüksége, az LVUI egy komplett dolgot ad nektek. Én
Én kipróbáltam egyszer az Elvue-t, és nekem nagyon nem tetszettek ezek a kötött beállítási lehetőségek. Nekem nem volt annyi mindenre szükség, persze tudom, hogy ki lehet kapcsolni egy csomó mindent, de számomra ez egy hatalmas nagy hotromba addon csomag, nekem arra nincs szükségem. Nekem arra nincs szükségem. Ugye nem mondom, hogy rossz, de nekem felesleges. Na repüljünk egy-egy gyorsan. Köszi még egyszer amúgy a help-et. Amúgy nem tudom, hogy látszódni fog-e a... Nekem a V az ugye ki van szedve, Shift V, Ctrl V, tehát például nem tudom, hogy látni fogom-e a nameplate-eket, vagy nem is tudom, hogy hogy hívják. Name... Always show nameplate. Friendly nameplate. Meg ilyen, mouseover-es makrókat is használtam amúgy. A higiénél, ha jól emlékszem. Úgyhogy lehet, hogy majd az is kelleni fog. De most egy próba az így kell nekünk. Large nameplate. Ez hogy fog látszódni, ha így? És hogyha benyom azt, hogy mindig mutassa nameplate. Aha. Meglátjuk, srácok. Amire nincs szükségünk, az az, hogy én itt lássam ezek közül egyiket se. És ami viszont kelleni fog, az pedig belépjünk a community-be. Mindjárt megkeresem. Én az Assassin rugommal játszok kicsit komolyabban, a többi csak fánból van. Én amúgy erre a nameplate-re is használtam valami addont. Hát, vagy a threadplates-et, vagy azt amúgy. Amúgy a DBM-et, azt már lefrissítették, vajon? Urse, forge! Amúgy valószínűleg a DBM jól jönne. Na nézzük. Voodoo neked sokat segített? Ah, itt van, 10.0.2, ott is van. Kapott még a bartender is egy frissítést. Hát akkor jött a DBM. Hát, én már nem emlékszem, mit használtam a híreléshez. Én szerintem csak a party interfészt. Ezt a raid interfészt használtam, meg a, hogy hívják okat? A mouseoveres makrókat. Annó emlékszem, hogy használtam healbotot is, még 1000 éve, még a BC alatt. Meg aztán gridet használtam. Na most jelenleg ugye várunk a tankra. Addig mit lehetne csinálni? Hát addig lehetne gyakorolni a damage-elést. El is ugrunk gyorsan. A hírelést azt nem fogjuk tudni gyakorolni. A stacking... Amúgy lehet, hogy a plétert is használtam, aha. Nekem volt ilyen nameplate-es addonom, viszont egy csomó most még ugye nem működik, mert jöttek új patch-ek, tehát hogy ez gyakorlatilag a legkevesebb addon, ami így most éppen működik. Az
Szóval arra gondoltam, srácok, hogy eljövünk ide a VR-okhoz, azt gyakoroljuk a damage-enést. A Playtermen működik? Ó. Nem tudom, hogy azt... Aha, én úgy néz ki, hogy azt nem használtam. Bár lehet, hogy csak le van törölve. De emlékszem, hogy kettő ilyen addon is fent volt, csodálkoztam is, hogy minek van kettő ugyanolyan addonom. Ennyire pontos az eye tracker? Hát... Ha jól beállítom, akkor nagyon pontos. Jelenleg nagyjából pontos, mert már rég állítottam be újra. 50-nél nem nagyon kell heal addon. Raidre meg PvP-re kb. Már muszáj, aha. Itt van a buli. Itt a boss, pont boss time van. Hát ez most lehet, hogy hangos lesz, srácok. Na, gyorsan át is megyünk másik talentre. Na, hol van? Ott. Ameddig várunk egy tankra, addig. Van már amúgy mouseover beállítás a combat fülnél, ha kell neked. Ó! Oh. Na, arra majd rá fogunk nézni. Köszi szépen az infót, Tomi. Úgy mindenkinek a kasztja így látszódik. Az komoly. Na hát legalább most láthatjuk élesbe, hogy milyen. LCD-ztünk a sima mobokra. Na hát... Igen, ezt most már most látom, hogy ez például ez a beállítás így halál lesz. Ennyi embernél, de... Egyébként... kis csapatra ez jó lesz. Na mindjárt lehet ölni a boss-t. Na, a 10k-s deeps azért ott van, és ott a boss is. Felbuffoltam már magam. Hát a hógolyónak az ideje az most így elment, mert nyomtam az empowered képességet. Még az nagyon nincs meg, hogy mikor kéne például az Eternity Surge-ot használni. Milyen szituációban. Amikor a közelemben van egy csomó enemy, vagy nekem úgy mozogni. Szerintem a legnehezebb nem is az lesz megszokni, hogy draktírozok, hanem az, hogy lehet mozgás közben kasztolni. A számomra tényleg egy olyan dolog, ami így... ilyen unorthodox. De erre biztos kellene nekem valami nagy izé. Vagy egy vika ura, vagy valami, hogy lássam, hogy most éppen mozoghatok a kasztolás közben. Mert ugye se a Hunternél,
se a paladinnál ilyen nem volt, meg nem is nagyon kellett. És amikor meghúztam a sámánomat, tehát akkor meg nem használtam. Akkor meg ezt nem használtuk. Na hát, negyed órát vártunk. Negyed órát vártunk eddig. Nem tudom. Ha van köztetek valaki, aki szívesen tankolna valami random HC-t, szóljatok nyugodtan aztán. Mehet. Valószínűleg ott annyira nem kell erőlködnöm a healbe, mert hát nektek általában olyan karaktereitek vannak, hogy így gyakorlatilag leszelfíleled magad. Ameron, te tankolnál? Nem. Na hát akkor mondj egy nevet, Ameron, aztán megy az invító. Nem az új instára kioltam. Random heroic Shadowlands, vagy mi ez. Így van. Ja? Itt vagy? Jól van. Azt mondja, hogy inv és kukac t. Mit tudom én már, hogy kell írni inv? És akkor inv honoriel. Várjál. Újra kell. Na várjál. Na most lesz a jó. Átmegyünk másik talentre gyorsan. Mindjárt elfogadom. Szevasztok, szevasztok, srácok. Köszi szépen, Ameron. Azt, amit mondtál, Vétomi, hogy lesz mouse overre majd beállítás, akkor azt majd megnézzük. A heal elmész belbleg vált magától. Komolyan? Ja, amúgy biztos van ilyen. Én nagyon régi módi vagyok. Nem jönnek a DPS-ek. Nem jönnek a DPS-ek. Na, hát ezt már ismerjük, ezt már ismerjük. Nem ismerjük, srácok. Apologies, the cosmic backwash was turbulent. This is as close as I could get you. Vagy legalább nekem most nem rémlik. Nearby. Were I to make a wager, I'd put coin on the ruins ahead. Nézzem. Mondom én, hogy itt nem kell hílálni. Amúgy át kell váltani ezt itt arra, hogy healing done. Most nem nyomtam rá. Ja, mert ez overall, édes Isten. Na hát azt ugye nem tudjuk, hogy kell átállítani. Na, közben a többiek átmentek oda. Én nem tudom. Na várjatok. Húre. Na ez lesz az. Na hát látjátok, gyakorlatilag nem kell semmit se csinálnom. Na hát akkor mehet a damolás. Ott már kell healálni. Az most én voltam? Én nem tudom. Olyan, mintha itt a HC-n nem kéne healálni. Hát akkor nyomjuk a damot. akkor úgy néz ki, srácok, hogy ez a healelés, ez most nem itt fog kiderülni, hogy ez most így ennyire kell. Akkor jó. Mondjuk nem tudom, mit vártam őszintén. Nem tudom, mi volt az elképzelés, de hát most már legalább látjátok, hogy mi van. Akkor ezek alapján bemehetnék. De azért nem tudom én.
nem mernék bevállalni olyat, hogy így sose híleltem még a karakter, azt elmegyek mitik pluszozni. Persze lehet, hogy most már amúgy ez belefér, de hogy így nem tudom magamról elképzelni. Ez olyan pofátlanság lenne tőlem, értitek? Na mindegy. Na, belállok egy kicsit a sebzésbe. Nézd meg. Nézd meg. Na hát most már lehet, legalább lehet healálni. Nem mint hogyha sokat kellett volna. Azt hiszem behoztam a mindenséget is. Most már lehet healálni. Na, tessék, Ameron megcsinálta nektek. Amúgy tényleg kell nekünk ez a képesség, hogy a DPS-eket kihúzzuk a forsból, mert mindenbe beleállnak. Na, köszi szépen Ameron, megcsinálta nekünk, srácok, hogy tudjunk healálni. Amúgy... Aha, ez lett volna ez a másra repülés. Most megkipróbáltuk. Hát ez meg elment damage nélkül. See how your wisdom ez valami bossnak tűnik, nem? Tízes kulcsik kb. Mindegy. Jól van. Miti plusz mehetne simán? Jól van. Én nem merek ilyeneket bevállalni, srácok, tényleg. Lefosnak, srácok. Na, odafostunk a pályaszélre, ez nem tudom mennyire jó. Hát igen. Bocsi, srácok, azt hittem, hogy ez izgalmasabb lesz. Hát DPS-ként izgalmas volt. DPS-ként izgalmas volt ez a dolog. A taxing journey, but our path remains true. Amúgy ki kéne próbálni akkor a CD-ket, melyik is az? Nagy CD, alt Q. Okay. Bár az se fog látszódni. This was found among the ruins of the Black Empire, yes? Ye have an eye for treasure, but not enough smarts to stay away from it. Apologies, Captain. Please direct your grievances towards my associates. You lot meddled with the wrong buccaneer. Our captain is a dragon? Our captain is a dragon? Utolsó boss heal csak fight, lehet ott lesz valami heal átszín is. Okés. Ott akkor majd fel kell kötni a gatyót. A chest of gold to whoever brings me their tongue. Ó, oh, hogy... Ilyen ez a képesség. Aha. Ott valamit le tudunk szedni. Már mindegy. Na, tehát G. Cannons! Fire! Oi, oi, Captain! Elvesztettem a társaimat, hogy hol vannak. Aha, ott van egy mágus. Amúgy tényleg, milyen pici a range-e ennek a karakternek.
kurva. Durva, hogy milyen pici a range-a ennek a karakternek. Közben meghalt a második boss is. Show az mi? Ez a Tazaves, ez nekem kimaradt. Na, de! Tazavesbe voltunk, csak a másik részén. Nem is tudtam, hogy ez a Tazaves, ez több részes. Mi a izé részén voltunk. Valahol itt. A kinti részén. Amúgy tegyünk már buffot a srácoknak. Most így az utolsó pillanatokban. Arra rá lehet nyomni egy kút. Aha. Na az, ott most történt valami. És akkor kell egy ilyet nyomnunk. Arra meg lehet nyomni egy shift kút. Ugye? Shift Q? Nem. Q. Igen. Ez egy mega dungeon. Aha. Aha, ő egy mini karakter. Veszünk még egy ilyet nekik. Azt nézem, hogy mennyit tudunk levenni. Hát, ahogy látom, nem sok mindent. Meg a dungeon így ketté van osztva, mint Karazán. Aha. Jól van. Eddig egyébként nekem a damage-elés jobban tetszik. Ezzel a kariban. I will unmake you. Guards, remove these pests. This power is vast. Bow before Cartel's soul. You are nothing. You are nothing. You are nothing. Na, itt most már történt valami. The power of the first ones, mine to control. The realms, I can feel them all. The tools of creation, at my command. My Cartel must not fade. Na, hát itt például volt valami, például az volt, hogy leelőztük a Fury Warriorunkat. Így van. They are not meant for us. Itt például az történt, srácok. Damage dumb-ba. These troublesome pieces will reside within the realm of harm and be studied by Cartel Al. Jó, amúgy nem tudom, hogy kell kiszedni az első mitik pluszos kulcsot, az hol esik ki nekünk? El kell menni egy
Mítik plusz nullát? Vagy hogy kell ezt csinálni amúgy? Tervezek-e játszani Dungeon Fighter-ben? Vagy csak így néha fámból? Hát, tervezek játszani a Dragonflight alatt. Aha, sima mitiket. Aha, tehát kell menni a sítik. Aha, mitik plusz vagy mitik nulla. Jó, én nem tudom. Milyen kulcsod van? Az a kérdés, hogy milyen kulcsod van, és akkor hát gondolom neked amúgy ilyen 10 pluszos, ha tippel nem kérem. Semmilyen? Uh-huh. A Great Vault-nál ki lehet venni a saját kulcsodat, de én nem játszottam ezzel a karakterrel még Mythic Plus-t, úgyhogy szerintem ott a Great Vault-nál nekem nincs semmi. Hogy tetszik az Evoker? Hát még szokni kell nagyon, Lord Fairy. Izgalmasnak tűnik így a talentek meg a képességek alapján, de még bőven szokni kell. Hát figyelj, hogyha más nem, akkor csinálunk egy Mythic plusz nullát, vagy jelentkezünk valahova. Új szezon! Mondjuk az a durva, hogy én nem játszottam ezeken, hogy Grimrail, Iron Dogs, meg mit tudom én mi, Kara. Karat az a versen, ilyen Mythic pluszokat nem nyomtam egyáltalán. Szia, egy kérdés, az előrendelők hamarabb játszhatnak? Nem. Annyi van, hogy jött a pre-patch még 2-3 hete, azt az új UI-t meg az új talentet már azt ki tudtad rakni, azt bárki ki tudta rakni. Aki megvette a Dragonflight-t, az meg most már tud draktírozni, de így ennyi. Hogyha erre vonatkozott a kérdésed, hogy az előrendelők tudnak-e hamarabb játszani, akkor igen, az előrendelők már most tudnak draktírozni, aki meg később veszi meg, az meg később tud draktírozni. Én szerintem Oribosba nem is tudok elmenni. Oribosba csak akkor lehet elmenni, hogyha megcsináljuk a... izért küldit. A Shadowlands bevezetőt, nem, srácok? Az új talent már mindenkinél új, azt már október végén behozták. Hogy ne lehetne? Akkor el tudok menni? Na várjál. Akkor elmegyünk. Hol van az a nagyon menő kollekció? Kollekció? És akkor valami Hearthstone. Azaz. Nyomasd a Hearthstone-t. Ez az. Ki lehet skippelni a bevezetőt. A portáromban van Oribos portál már. Az oké, csak hogy azt tudom is használni. Van egy kettes kulcsod? Figyelj, Tomi, akarsz jönni, mert akkor megint velek, aztán mehet valami. Na, egy tízes kulcsod van? Én azt nem, azt ne haragudj, azt nem a tízest. Én mit tudom, egy ötös alatt itt. Ötös vagy ötös alatti. Mert azért még bőven nem vagyok olyan jó. Na, portál szoba, Silver Moon, igen, az mi? Ez lenne az, nem? Ez lenne az Oribos portál, de hát ez nem működik. Igazából tök mindegy. Gyere itt, kikéreted a kulcsodat. De hol vagy? Ring of Fates? Én nem tudom, hogy hol vagy. Nekem, engem nem enged át Oribosba. Vedd fel a questet és menj rá, hogy skip. Az ez, ugye? Nem ez az. Shadowlands. Igen, Shadowlands itt. Na, Seki, te is gyere nyugodtan, plusz kettes Iron Dogs mát. Hol is kell? Azt mondja, hogy... valahol itt, fönt. Itt van egy lift. Figyeled be a Shadowlands-es küldit, skippeld a vezetőt és át fog rakni Oribosba. És akkor utána már lehet használni a portált is kint, oké. Okay. Ja, itt van, Nazgrim, ők. Ó.
Már hallottam ezt a mesét korábban. Fabatka? Oké. Okay. Fabatka, ott is van. Köszi szépen, srácok! Köszi, köszi. You are welcome here. You are welcome here. The threads of fate. Keep to the path. Én azt szeretném, hogy válasszak. Köszönöm szépen. Be kell írnom, hogy fátesz. May you find your fate. Tessék, rögtön meg is csináltunk egy 250 questet. Na. May the purpose guide you. Nagyon rendes vagy. Tehát Fabatka, azt mondta Fabatka, hogy kettes kulcsa. Hova menjünk, Fabatka? Mármint, hogy ti hova menjetek? Mert én nem tudom, hogy el tudok-e oda repülni. Itt van Chaos Geny. Szóval, hova kell mennünk? Milyen kulcsod van, Tomi? Egy Grimrail depó. Na, az még nekem amúgy ismerős is. Én emlékszem, hogy ott fejlődtem karakterekkel a Grimrail depón, úgyhogy mehetünk oda. Hogy kell oda menni? Az Katás Dungeon, nem? A Grimrail depó. Mindent tudsz csinálni, mivel van egy evokere, tudsz repülni meg minden. Igen? A Grimrail depó az a Katás Dungeon, ugye, srácok? Hol a bejárata? Grimrail depó. Gondolom oda kell mennünk, nem? Kivéve, hogyha már megcsinálta valaki 25-ösen, akkor oda tudnak teleportálni. Na, ez Black Rock Foundry és Vodos, nem Katás, akkor Draenoros, akkor azért volt. Azért volt ismerős. Én megyek velem. Aha, és itt vannak a portálok. És ez kell nekünk. Ezt mondtátok a Gorgonnak. Ó, köszi szépen, srácok. Köszi szépen. Na jó, és akkor... Hát ez gyakorlatilag ott van. Hát akkor ez itt van. Ez akkor ennyi? De jó. Ez tök jó. És hol a... Cummunk? Mára kell valakit. Az a helyzet, hogy... Én most nem értem. Hányan vagyunk a partiba? Tehát, hogy miért kettő embert mutat? Nem is tudom... Na várjál, hát mert bent vagyunk, édes Istenem. Na most a jó. Édes Istenem, mint valami núbiai, úgy viselkedek. Mondjuk 1000 évet csináltunk ilyet, csináltam ilyet. És akkor azt mondja, hogy Dungeon, start a group. És akkor Grimrail Depot, Mythic Plus, plusz 2. Mi a fenéket szoktak amúgy odaírni? Plusz 2. Ja, ennyi? Jó, hát akkor jól gondoltam, plusz 2, szevasz, Grimrail Depot, mehet. Mehet, amúgy ennyi, nem, srácok? Köszi szépen a helpet. Ha én elkát akarok játszani, ahhoz csak elő kell fizetni, így van. Így van. Itt van Volijang 241-es Hunter Volijang. Aki esetleg közületek jönne, srácok, ha leírja a nevét, hogy ki ő, akkor nyugodtan beírj velem, és akkor tudunk együtt játszani. Nyugodtan írjatok nevet a chatre, és akkor ők előnyt élveztek. Úristen! Ott rögtön Duku meg Salora. Itt már lehetne inválni embereket. Ott egy 299-es. Dukun és Talis. Hát én most elfogadom őket. Gyakorlatilag kicsiket invej? Anyukám nyomta meg a gombot.
igazatok van, hülyeség volt nagyokat inválni, mert valószínűleg rájuk nem kell annyira a heal. Ez tényleg hülyeség van. A Shadowlands bekerültem már a Battle Chess-be? Én úgy tudom, hogy igen. Én úgy tudom, hogy igen. De Battle Chess meg már egyébként nincsen, tehát hogy ha Battle Chess-et úgy értetted, hogy alapból tudsz-e vovozni, akkor igen, de Battle Chess mint olyan már nincsen egy jó pár éve. Csak a fennmaradt példányok. Én át is adom Fabatkának a leadet. És akkor ő tudja nyomni itt a ready checket, meg a nem tudom milyen checket. Az Evoker az EPS és hír is lehet? Aha, én most a hírt próbálom gyakorolni. Na, nekem ez például nem jutott volna eszembe, hogy nyomjak ilyen pult. Hogy betettem. Aha, mitikás heal gyakorlás, már heroikon nem tudtam Lord Fairy. Gyakorlatilag nem történt semmi a heroikon. Tehát, hogy bementünk és így nem kellett senkit se healálni. Ujj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 
Ja, úgyhogy mondták a srácok, hogy content vége van, ez igazából várható volt. Várható volt, hogy nem fog történni semmi. Izé, most mehetne a dam. Úgyhogy azért nyomjuk most a Mythic Plus-t. És én azt mondtam amúgy, hogy nekem ez nincs pofám, hogy bejöjjek Mythic Plus-ra, de azt mondták a srácok, hogy mehet. Úgyhogy... srácok ezt mondják. Én nem kételkedem. Nem kételkedem. Ebben. Asztalról, de gyorsan feltöltöttem. Pont sikerült amúgy elnyomni jól azt a CD-t, ami így visszatölti a HP-ját. Néha egy ilyen kis hírt is el kell nyomnunk. Fire log. Hoppácska. Was not the plan. Hogy nyomják a srácok? Én egy kicsit félek. Mondom őszintén. Ilyen 20 000-es damok repkednek. Na, felrepült a hot. Jó. Azt a rohan. Na, hát igen, itt már kell a heal. Jó, most már jó. Én se tudtam, hogy van ilyen. Mármint, hogy mire gondolsz, hogy mit nem tudtál? Na, például a hotomat nem is használtam, édes Istenem.
Édes Istenem. Hát ott a hotom, azt nem is használom. Régi instánk felújítva, amit itt pluszra. Nem tudom ezt a seasonözést, ezt mikor kezdték el. De majd a srácok úgyis megmondják. Hogy régi instákat lehet nyomni MIDI pluszba, ja. Ez tök király amúgy. Ez tök király. Shadowlands végén hozták be? Mert így nem unalmas a dolog. Szerintem kreatív. Nem ugyanazokat az instákat nyomod végig, amiket csak Shadowlands-be raktak be. Formation now. Amúgy? Come on, swines, move like you signed up for this. Amúgy most azt érzem, hogy na ez. Ez most már itt most már kell csinálni a dolgokat. Az amúgy micsoda ott? A stázis, tényleg van stázisunk is. Who dares challenge me? West. Oh, és tényleg leutánozta ugyanazokat a képességeket, amiket én már elnyomtam. Wow. Hogy kireppent belőlem egy csomó heal. Wow. Tök jó. Azt a rohadt. Give them all you got. Rapid fire! Az igen, fabatkát hogy küldi. Give them all you got. Sights on you. Give them all you got. I've got my sights on you. Let them have it, boys. Nem tudom. Őrületes damok mennek itt fabatkára az helyzet. I've got my sights on you. Let them have it, boys. Rapid fire! Let's take this down to your level. Na, és megjött a boss. Én per pillanat lehet, hogy amúgy nem használok ki mindenféle képességet, de azt nézem, hogy alig fogyunk ki per pill manából. Per pill. Hát ez gyönyörű volt.
Hát ennek a release spiritnek nem biztos, hogy volt értelme. Ops. Ops. Van olyan képességem, amiről a Movement Ability CD-k lejönnek, de hát ez ugye most így nem tudom melyik. Van olyan képességünk. Legalábbis azt hiszem van. Na ugye ott most nem tüzes. De nekünk erre kell menni. Megyünk, nyomom. Na, itt vagyunk. Ez. Ja. Ja. Most már meg vagyok, srácok. Srácok nem stresszelnek annyira, hogy felállnak az AOE-ba. Tehát ugye csak megtornáztatnak. Belefér egy kibicskedés? Mondjad, hiperfarma. Raccoon, let's give him hell! Jó, most damolhatunk nyugodtan, ahogy látom. T betűt nem használom? Ez igaz, a T betűt nem használom. Köszi szépen. Ez abszolút igaz, köszi szépen. Ez totálisan igaz. Ez egy nagyon jó meglátás. Ezt én le tudom szedni ezzel. Jó, nem tudtam leszedni amúgy. Azt hittem, hogy le tudom szedni. De mit akarok nyomni? Egy ilyet. Hát... szép volt, srácok. GG, ügyesek voltatok. Jó volt. Megtornáztattatok, az egyszer biztos. Meglettem tornáztatva. Ó, köszönöm szépen amúgy, Fabatka. Köszi szépen. Kaptunk egy fejest. Ez egy olyan mythic cucc, amit lehet upgrade-elni? Én már erre nem is emlékeztem. Na, ez jó volt. Ez jó volt. Ez jó volt lemenni. Na, mehetünk még amúgy. Operation Mehagon Workshop 2, hogyha van kedvetek ez, ezt még letolhatjuk. Ha Seki, neked van kedved jönni, vagy valakinek a chatről, szóljatok nyugodtan, aztán pereket. Mehet is? Na jó, akkor én megyek. A Battle.net fiókom nem frissíti le magát, ez mit jelent egyébként? Hát hozhatsz kisebbet, Seki. Én nem tudom. Én kicsi vagyok, 257. Ez ugye a ketchup gear, ami rajtam van. Na, tessék. A vállalat nem engedi a lelkemet. Na, van egy shaking, meg van egyelőre egy tipcsink is. Rekla.
Na és akkor amit menni fogunk, az egy Operation Mehagon Workshop, csak én nem tudom, hogy az merre van. Mondom, innen ki kell menni. Így, gondolom. Teleportálok Mehagonba. Menjünk vissza Ori Bozmevel, van portál. Van portál? Van Oribos portál? Na mondjad a nevet, csak ki, azt megy az invító. Ultra Transport. Ultra Safe Transporter Mehagon. Aha. aha. Nem tudom, hogy az, hogy kell csinálni, srác. Amúgy ebben a dungeonben már egyébként voltam, ahol most voltunk. Ezer éve voltam itt. Szóval amit linkáltél, hogy Ultra Safe Transporter Mehagon, ilyet nem tudom, hogy hol lehet szerezni. Nekem szerintem nincsen ilyenem. Ha venni kell, azt sem tudom, hogy hol lehet. Ja, hogy maga a kliens nem frissül. Na, ezt nem tudom, Zaymar. Ezt nem tudom. Na jó, ránézek az interneten, hogy hogy tudok Mehagonba menni, mert nekem gőzöm sincsen. Itt Mehagonba lehet craftolni, ha meghalad hozzá a receptet. Nekem nincs olyanom. Operation Mehagon... Ja, hogy már meg is szommoltatok. Akkor köszi szépen. Épp nézni akartam, hogy hogy kell oda reppenni. Ó, hát ez a mehagnomoknak a kezdője, nem? Ez a terület. Nem szeretem szommaltatni magam, én oda szeretek menni. Nem vagyok lusta. Na, elvileg kell egy seki név, csak nem tudom, kit kell invelni. Ott van a portál, ahol a Grimrére mentél amúgy. Ja, hogy ahhoz vissza kell menni Oribosba, és Oribosba Hearthstone-nal kell visszamenni, vagy van valami rövidebb út is? Nekem olyan kell amúgy, majd, hogy például ne itt legyen ez a party frame, de amúgy DPS-ként jó, hogy itt van a party frame, de healként nem, tehát healként valahogy közelebb kéne raknom. Illetve azt is be kéne állítanom, hogyha van valakinek egy olyan státusz effekt, amit én le tudok szedni, akkor azt jelezze. És azt is jelezze, hogyha mondjuk ezzel a cauterizing flame-mel kell leszednem, mert az meg ugye egy perces. Ja. Én nem tudom. Így kell. Addon van a diszpára. Majd emlékszem, hogy én valamit használtam, lehet, hogy a gridet használtam, de valamit használtam a hírre, hogy ezek a dolgok így látszódjanak. Itt a Shift-J. Ott látod már, mik lesznek Dungeon Finder-ben mitikus. Ja. Nekem egyelőre mindegyik új. De mindegyik új. Elvileg az edit módban, Big Debuff. Ja persze, arrébb tudom rakni, csak nem, tehát hogy talentenként, nem tudom, hogy lehet-e külön interfész például. Ezt még nem néztem meg. Tehát hogy például ne kelljen áridgatnom. Átmegyek egy másik talenttel, és akkor máshol legyenek ezek a dolgok. Ezek csak problémák, amiket így most észrevettem, feltűnt, aztán majd ezen javítanom kell, hogyha healelni akarok. Szevasztok, srácok! Na, itt azt sem tudom, hogy hol kell berakni. Most bent vagyunk?
Ja, oda kell berakni. Ott van. Jó, hát akkor ugye megvárjuk a többieket, azt mehet a menet. Én ilyen csövesen nyomom, hogy nincsen se poti, se kaja, se olyan fegyverolajozós, meg ilyenek. Nem. Hol? 10? Na hát, ez úgy néz ki, hogy fabatka írta be. Pont gondolt rám. 5, 4, 3, 2, 1. BAM! Na, nekem ez a dungeon amúgy totálisan nem rémlik, úgyhogy... In order to stop my father, én nyomkodom a híleket, aztán majd meglátjuk. Például buffolnom mindenféleképpen kell. Wait, what's this? Some surface dwellers have unwittingly stumbled into the arena! A word of caution to anyone sitting in the splash zone. Watch out! Jó. Now this is a statistical anomaly. Our visitors are still alive. Ó, milyen burstöt nyomott ott valaki. To introduce them to the legends of the Tussle Talks Arena. Ah, még lesznek, ezt mire gondolsz, Bossy Junior, hogy mit nyomunk most? Ja, vagy hogy milyen dungeonok lesznek? Itt vannak ezek azok. The city's entrance is located just past this arena. You must hold your ground until we can clear a path to it. No sweat, pal. I'm putting 20 large on No Mercy. But if they win, won't we be dead? If I can't bet on a sure thing, then I ain't really living. Ezzel most el kéne futnom, vagy így mi a manó? Azt a rohadt. Valaki csúnyán kapta. Aha, úgy néz ki, hogy ez kitárgetel valakit. Meg peregnek a pengék, Jézusom! Ha jól tudom, srácok, a Draktírnak nincsen combat trash-e, ugye? Nincs, oké. A BL-t azt tudok nyomni. Majd szóljatok nyugodtan, hogyha BL-ezzek. Én szívesen nyomok BL-t, ha olyan van. Például azt se tudom, hogy melyik az a képesség, mire raktam, amivel a Movement Ability CD-ét le tudom szedni. Milyen kis chilles ez a boss fight. Mit nyomsz most? Miért ezeket nyomom? Erre kaptam kulcsot. Mitik pluszon gyakorlok, mert a heroikat próbáltuk, és az a helyzet, hogy heroikon gyakorolni felesleges volt, mert nem kaptak az emberek elég damot, hogy így hasznos is legyek, hogy így a képességeimet kimerítsem meg ilyenek. Szóval én most azért ezt nyomom, mert gyakorolni akarok a Draktírral healálni. Azt hiszem, hogy egy kicsit előre mentem, de ahogy látom nem volt ez nagy probléma. Hoppácska, ez nem tudom mi volt, mi jött rám. Ha meghalnak a mobok, akkor losolni kell. Aha.
Hát én kaptam, haltam. Itt ez már lehet, hogy az a rész volt. Hát most losolni kell. Oké, és köszi szépen, hogy szóltatok, srácok. Huszonkilencedikén jön a kieg, a Dragonflight, igen. De a Dragtirt azt már el lehetett kezdeni a pre-patch-kor. Az még azt hittem belefér, de nem fér bele. Nagyon nem fér bele. Aha, látom, hogy most megugrált rajtunk gyakorlatilag. Ú, de jó ez a képesség amúgy, amit mondtad. Hopp, pácska. Ujj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 
Szóval a 28-a ugye a Pesde nálunk, a mi régiónkban, jaj, a mi régiónkban, az már 29, édes Istenem, édes Istenem, édes Istenem. Amúgy ezt így kell megugrani. Nyomod! Jézus! Szegény srácok itt várnak rám! Cloak of Shadow-t losolni kell. Okés, köszi szépen. Köszi szépen. Köszi szépen, hogy megvártatok. A szélén lehet futni? Pedig én nagyon nyomtam. Gondolom itt meg arra. Hogy a Cloak of Shadow képességed miatt nem kell losolni. Oké, oké, értem, hát az igazad van, mert az egy rúgó képesség. Meg vagyok. Nyomtam egy buffot is. Warning! Excessive levels of flesh detected. Attention citizens! Please remain in your domiciles. Guards are currently en route to quell the disturbance. Itt már sokat kell healálni? Az jó, az jó. Akkor jó helyre jöttünk, srácok. Jézusom! Akkor jó helyre jöttünk, hogyha itt sokat kell healálni. Amúgy szakítani is szakíthatnék, ha már amúgy ki van rakva. Jó, sejtettétek, hogy úgyse fogom használni. Legközelebb majd a szélén érdemes elfutni? Aha. Köszi a tippet. Ja, olyan fura így. Felrakom a izét. Jézus. Elkezdem nyomni azt az Empowered képességet, ami a Spirit Bloom, és így nem történik semmi. So,
You possess a modicum of skill. It will prove insufficient against my newest prototype. Ofán küldött egy silencer, srácok. Néztem, hogy rám néz, azt kaptam a silence-t. Sparklux! The invaders have made it past the outer defenses! I want their stench removed from my city! I have activated all civic defenses, my king. Rest assured, these organisms will be expunged from our metropolis. Do not allow these bots to detect you. Vulcanical. Remaining within the steam will shield you from their sensors. Warning! Excessive levels of flesh detected. Warning. Ez a Jánter elszúrtam, azt hitte, hogy meg tudja csinálni. És előről kell kezdeni, Jézusom. Azt hitte a Jánter, ő ezt megcsinálja, de közben elszúrta. Ajajajajajaj! Visszamenjél! Jézusom, hát ez meddig eljön? Ne! Nézd meg! Édes Istenem! Ha belemegyünk a füstbe, akkor egyáltalán nem látnak. Azt nem tudom, meddig tart a füst. Ja, látom. Warning. Excessive levels of flesh detected. Warning. Warning. Excessive levels of Ja, látom, ott a füst. Warning. Látom. És akkor már csak itt várni kéne egy kicsit. Ja, most már értem. Köszi, srácok. Köszi a türelmet. Bocsi. Köszi szépen a rédet, üdv mindenkinek, srácok. Kövi bossnál majd mehet egy BL. Oké, már az elején rögtön? Oké, már az elején rögtön nyomom akkor. Azt kell mondani, hogy bugas a hitbox? Ja, a legközelebb majd azt mondom. Most már akkor nyomom, tessék. Hogyha ez már az. Remélem nem nyomtam el túl korán. Ah, és akkor itt pörögni, forogni kell, értem. Én annyit látok, hogy brutálisan módon kapom a sebzést. Valamitől. Ez volt a King Mechagon? Nem. Ez ki lehetett? Ez melyik boss lehetett? Picit aránytalan a karakter kinézete? Még magamra is tudok dash-elni.
Wow. Mármint szerintem magamra dessáltam. Na és... És pofán silence-eltek. Na, milyen jól klikkeltem a képességet, ami amúgy a Ctrl-F-en van. We can commandeer that transport to access Mechagon's tower. So, my misguided son returns. Megmondom őszintén, nem figyeltem annyira a fekete fink. Just a malfunctioning machine that must be shut down. Poor child. If only you could accept the truth. The curse of flesh has run rampant across Azeroth, and I will replace it with mechanical purity. Sárga bubja, majd leraknak, állj le. Aha. Köszi szépen. Az infókat. Ugye belállunk. Hopp. Nagyon sok buffot le lehetne szedni amúgy előre, és nem szedem le, mert ugye nem látom, hogy rajta van. Ilyen kis pici ikonban, úgyhogy ezen majd még javítanunk kell. Az enyém egy női karakter? Aha, az enyém női karakter. Éppen ásított egyet, mert azt mondta, hogy unalmas neki ez az insta. Bocsánat, nem női, hanem Buddy 2, igen, igen, ez így igaz, ő egy Buddy 2. Nem akartam megsérteni senkit, aki Buddy 2. Mert mindjárt jön a kanszelezések. Az annyira nem jó, abba beleállunk, az annyira nem jó. Köszi, mi Buddy 2-k tartsunk össze. Witness perfection. Witness perfection. You cannot elude my targeting systems. A batkához közel állunk. You cannot elude my targeting systems. Activating thrusters. Hát ez nem tűnik jónak, csináljon bármit is, Jézus. Jézus. Hát ez gyönyörű volt. Ja, az már 10 HP, gondolom én. Ja, hogy Phase 2? Hajrá, srácok! Nagyon jók vagytok. Nagyon jók vagytok. Omega Buster gyakorlatilag. Peregnek a self-healek. Na, hát úgy néz ki, hogy azt is majd ki kell kapcsolni. Ezt a frame-et, ami ott van. Omega Buster, szia Isten! All power to weapons!
még mind a négyen élnek, úgyhogy jól csinálják. Na, és ott van King Mehagon, 80.000 HP van. But you are inferior. Szép volt, srácok. Itt meg tudjátok nézni, hogy kinek mekkora volt. The Mech Originator has been destroyed. And so has my father. Ügyesek voltak a skacok, nagyon én itt a végén nagyon béna voltam. Végén nagyon béna voltam. We must now focus on rebuilding. But if you ever require our assistance, you need only request it. Kapom itt a kozmikus fluxokat, és kaptunk egy 4-es Grimrail depót. Nézzünk egy overall gyorsan. Itt vannak az item levelek. Aha. Köszi szépen, srácok. Köszi. Köszi a gémeket, nekem amúgy ez az utolsó volt. Overall. Jó, hát úgy néz ki, hogy amúgy Ameron az jól szelfilelte magát egyébként, de... Magamat nagyon jól hileltem, és Reklát is, ahogy látom. Igen, tehát én magamat hileltem a leginkább. Jó, hát ezeket majd át kell nézni. Át kell nézni, hogy mi az, ami annyira nem volt. Például a Spirit Bloom az nem volt, pedig amúgy elég fontos. Oké, tehát akkor megvan, hogy mit kell gyakorolni. Köszi szépen a megmozdulásokat, srácok. Gyorsan le is bekkelünk. Ez jó menet volt, jó volt veletek játszani. És jó volt Mythic Plus-on kigyakorolni, kipróbálni a híjét ennek a Dragtyr-nak. Fú, hát itt ez azért nekem komplexebb a damage elő Devastation, azt hiszem, vagy hogy hívják? Igen, Devastation-os Dragtyr-hoz képest. Sokkal komplexebb, és hát még ennek a talentnek se használtuk mindenét. Ez jó volt, úgyhogy skacok, mehet majd legközelebb is a hílelés, bár az a helyzet, hogy legközelebb már jövő héten, kedden peregni fog a Dragonflight kiegészítő egész nap. Jövő héten, kedden egész nap fovozni fogunk, amikor megjelenik a kiegészítő, szóval peregnek majd a draktíros fejlődések. Nem kapkodok sehova, próbálunk úgy felfejlődni, hogy közben megértjük nagyjából, hogy mi történik a területen, ahol játszunk, és hogyha elérjük a 70-et, akkor pedig utána kezdődnek a dungeonözések, mythic pluszozások majd idővel. Úgyhogy dungeonözünk, heroikozunk, ezek a tervek így a Dragonflight-ra. A Dragtyrral természetesen. Off-stream a Paladint is húzni fogom, hogy ő is meglegyen. És hogyha nem jön be egy hónap alatt a Dragtyr, akkor paladinozunk. Kedden már lehet nyomni a Dragonflight kiegészítőt, így van. Dragtyrozni pedig már előző hét óta lehet azoknak, akiknek megvan a kieg. Úgyhogy, skacok, nagyon szépen köszönöm a sok segítséget, így az Insta alatt, meg előtt. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni azzal, hogy átnéztük a talenteket, megnézhettétek, hogy milyen ez a Dragtyr. Természetesen nem a teljes potenciájában, hanem csak úgy, amit én tudtam nyújtani, jó pár dolgot nem használtunk itt. Próbáltam amúgy a Rewind-ot is, de hát a Rewind-hoz meg tudni kell, hogy melyik boss hogyan működik. Csak úgy lehet elnyomni. Tudod, hogy bejön egy nagy sebzés, akkor... Vagy mi az? Mondjuk nem, ez pont hülyeség, nem a Rewind-hoz kell, hanem a Time Deletion. Ez például a Time Deletion is egy olyan dolog volt, hogy elnyomtam, azt amúgy... Szerintem egyszer nyomtam el. Egyszer nyomtam el.
Hát igen, nagy damot bekapunk, akkor utána pedig a rewindot el kéne nyomni. A rewindot nem használtam jól, a time dilationt nem is használtam, a reversiont azt használtam. Mi van még itt? A stázis se használtuk ki a lehető legjobban, az obsidian scale-t sem, mert ugye nem tudtam, hogy mikor jönnek a nagy damok. Egy csomó olyan dolog van, aminél ismerni kell, hogy hogyan működik a dungeon, és akkor el tudod nyomni jól. A Spirit Broom-ot is akkor kezdtem el használni, amikor rám szóltatok, de az ugrálás az például már ment. Az ugrálás az ment, a Deanbreath. Ja, hát szokni kell azt, hogy itt van például ez a Tip the Scales, és akkor Empowered képességet tudunk el max potenciálba elnyomni. Vagy például, hogy a Fire Breath az kb. CD-n legyen, hogy jól kihasználjuk a Living Flame-et. Úgyhogy még bőven van mit gyakorolni, srácok. De nem engedem el azonnal, ez egy új dolog. A Demon Hunter is új dolog volt anno, és hát az gyakorlatilag, amint elértem vele a max szintet, azután el is engedtem, mert hogy nem hagytam időt annak, hogy megismerjek egy karaktert. Ez amúgy mindig nehéz egy ilyen új klassznál. Például én Hunterezni úgy tanultam meg, hogy level 1-től így level 110-ig vagy 20-ig, nem tudom mi volt, felfejlődtem, és az alatt, a fejlődési fázis alatt kitanultam hunterözni, természetesen még jó pár hét volt, amíg így Mythic Plus képes lettem, de itt ennél a karakternél az, hogy így nincs meg ez a fejlődési rész, nincs meg az, hogy szépen lassan adagolja a játék a képességeket, így sokkal nehezebb megtanulni egy karakterre játszani, és ez általában el is idegenít ettől a folyamattól, de most ezt nem engedem el, olyan könnyen. Úgyhogy, srácok, ennyit már a WoW-ról, köszi szépen.